Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Negyed hét van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok, jó reggelt! Hello, drága bajaiak, szevasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, hello! Hát na, milyen? Gyertek sokan... papához. Gyertek csak. És a testét még nem is látjátok. Milyen sokan várnak itt bennünket? Milyen nagyon sokan kedvesek. Várnak? Így van, nagyon-nagyon kedvesek. És hát megjöttünk gyerekek, hosszú dolgokon, nagy dolgokon vagyunk túl, mindenkinek eseménydús volt a tegnapi napja, de az a lényeg, hogy itt vagyunk, és már most jönnek az SMS-ek, hogy várjunk még, ne kezdjük, mindjárt ott vagyok, ne kezdjétek el, rohanunk, úristen, mindjárt elkésem. Szóval gyerekek, mindenki ide akar jönni Bajára. Ha valaki nem tudná helyszín, mondjuk, hogy a Tóth Kálmán téren vagyunk a Csemege volt előtt, ugye? Igen, ez egy Csemege volt. Tulajdonképpen igen. Volt Csemege, már nem Csemege, tönkrement. Csemege, de szeretem ezt a szót, Csemege volt, nem? Ez milyen ugye? Jó? Ugye? Igaz? Tényleg fantasztikus, nagyon jól van, lépjünk. Rohadj meg. Jaj, gyerekek, megérkeztél, Feri, jó késő jöttél? Na, figyelj, 10:30 én már itt voltam Baján, mert ugye az volt az ütemterv, hogy Kecskemétről mi átugrunk rögtön ide hozzátok, és akkor milyen jó lesz, eszünk egy gyufatésztás halászlevet, sétálunk a városban, megnézzük végre. Ezt te meg is tetted csak egyedül. Hát te voltál egyedül. Halló, egy jó halászlevet, takarodjál már 10:30. Na, pontosan ez történt, nem indultam el. Mi ugye Siófokon voltunk a Balázsral, tegnap elmondtuk. Ne szóljál egy szót sem, majd én elmesélem. Gyerekek, egy előadás volt, ami olyan teltházas, hogy még a függönyön is lógtak. Az igen. Amit csak a Puzsérra jöttek ennyi. Ja nem, a Sebestyén Balázs Bocskor Gábor összecsapást kellett hát gyakorlatilag a testünkkel védeni a két sztárt. Nagyon könnyű... De hoztuk. Hoztátok, nagyon könnyű volt, van ilyenkor egy moderátor, érted, aki megpróbálja vezetni a beszélgetést. Ő a valamikor Playboy főszerkesztője, Pantl Péter volt, aki ilyen hanyag eleganciával beült, egy kérdés bedobott, azt ezek végig beszélték a 40 percet. Az igen. Peti, hogy jutott be egy tavalyi meghívóval? Én szerintem igen. Igen. Volt egy média konferencia, ez mindenben megrendezik, nagy előadások, szakmai fórumok, nagy üzletek kötetnek este már félrészegen, ugye a Várpultnál, és egy kétnapos nagy konferencia, ahol különböző hát, médiumok képviselői tartanak előadást, beszélgetnek, értekeznek, nyomtatott sajtó, elektronikus média, rádió, tévé, internet, minden, és két napon keresztül beülhetsz előadásokat hallgatni. De azért ez inkább szakmai, mint sem civil, de az utcáról is be lehet menni. Na, és ott a szervezők minket összeengedte Gáborral. Egyébként nagyon normális volt szerintem, meg egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Hát igen, nagyon sokat nem kellett Petinek kérdezni valóban, mert ilyen 10 percet beszélt Gábor, 10 percet én, azt már integettek, hogy idő. És fél idő. Fél idő, és vége is. De utána is dumáltunk még, és nagyon-nagyon normális volt szerintem, meg jól állt a dologhoz. Nem volt egy ilyen nagy adok-kapok, lehet, hogy néhányan azt várták, de ilyen policiként mi azt megbeszéltük, hogy nem lesz az, hogy apró darabokra szedem. Hát úgyhogy... azért, ha most idéznék egy-két mondatot jó, a tegnapból... Jó, de ő is bebeszurogatott azért, tehát hogy volt, de egyébként tényleg jól sikerült. A dokumentum egyébként a nagy találkozásról természetesen fenn van a Morning Show Instagram oldalán. A következő felirattal hihetetlen a Media Hungarian összefutottam a nagyapámmal. De odaértem, hogy bocsi, jó arc, szeretjük egyébként. Igen, az Instagramos közösség ezt kapja a képeket. Csak mondom egyébként, hogy hihetetlen számban növekszünk. Majdnem 43 000-en vagyunk már az Instagramon. Nem lehet. Könnyű a Facebookon 300 000 lenni, meg 400 000. Az könnyű. Könnyű, de azért legyünk már 300 000, mert most már unom. Már nem egy nagyon szűk társaság az Instagram társaság, bővülünk. De jól állunk még mindig, 40 akárhány ezre. Itt van vagyunk. Közöttetek valaki, aki ezt az Instagramot kezeli, ahogy az előbb a Balázs mondja. Egy valaki legalább nyújtsa fel a követ. Te Instagramos vagy? Instagramozol? Igen. És be vagyunk Instagramolva? Igen. Na, ő jó. A 43 000-ből az egy. Bögre érte. Na, jó van. De jó van, ezt szeretem. A rámenőség az van. Ezt szeretem, bögre érte. Töltsétek le, ugyanaz, mint a Facebook, annyi a különbség, hogy itt csak fotókat tudsz feltenni tulajdonképpen, és a fotók alá tudsz beírogatni dolgokat. És
Szerkesztő Sebestyén Balázs. Kicsit egyéni, mint a Facebook, illetve nem, a Facebook is nagyon jó, csak más típusú képek kerülnek föl, de ugyanúgy Jani ruhaszárításáról, Feri kajakészítéséről, hárman, amikor helikopterrel utazunk, de más típusú képek, mint a Facebookon, és egy applikáció letöltétek, és azonnal ott, és lehet bennünket követni. Ez egy fotó alapú applikáció, fotókat lehet feltölteni, fotókat lehet követni. Jó. Balázs játszótere. És amikor így havonta egyszer eszébe jut, akkor viszont. Most egészen aktív az oldal. Tehát most két napja, most két-három napja ment föl egy 3-4 kép, előtte egy hónapig semmi, de hogy most egészen jól állunk. Hát kiéheztetted az Instagramosokat. Igen. Ki? Igen. De most tényleg azt mondja, hogy 2-4-5 kép felül fel nagyon gyorsan. Ebből négy, egymás után. Ebből egy tudatos volt, négyszer meg rosszul nyomtam. Igen. Na, úgyhogy ez volt, gyerekek, viszont el kell, hogy mondjam, hogy az, én nem jártam azon az úton, ami Siófokról átvezet Bajára, és Feri, te biztos emlékszel, hogy ez melyik út, talán 65-ös. A 65-ös? Hát az valami elképesztően gyönyörű. Olyan, én fotóztam településneveket, olyan helyeken mentem át, hogy én életemben nem hallottam Harcról például. Zsombok talán, ha jól emlékszem. Hihetetlen. Kiskörös. Igen, igen. Nagykerülővel. Dombóvár, Szekszár, Paks. Olyan helyek. A városok számomra Gyula, Békés csak. Ez életben nem hallottam. De figyelj, képzeld el, elképesztő. Tehát ezt nem hiszed el. Olyan helyneveket fotóztam, hogy nem találom. Hogy rohadtul nincs meg. Volt egy olyan rész, képzeld el, ilyen, hogy képzeljétek el, hogy felmentem a domb tetőre, látszott az egész Balaton, látszottak a hegyek, gyönyörű volt, megálltam, levettem a felső, az ingemet, levetköztem félmesszel erre, magamhoz nyúltam, de hogy is. No. És ültem egy fél órát, napoztam úgy, hogy ember nem volt, vadászlesek, állatok, és egy ilyen hegytetőre kaptattam föl az autóval, nyilván a szponzor majd. A vadászlesek irányából nem jött csillogás, mert lehet, hogy azért tápcsővel figyeltek. Egy pervers vadász nézett, és nagyon... Hallod, Rezső, gyere, már ezt nem fogod elhinni, a Sebestyén Balázs itt nudizik csak. Szemben a szántásnál. Hát még elmennek az őzek. Figyelj, olyan voltam, mint Buddha. Fél órán keresztül ültem a dombtetőn, és szemléltem az országomat. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira jó volt, csak azért indultam el, mert megígértem egy közös vacsit, de hogy nagyon-nagyon szerettem. Gyönyörű részt, este ebből nem sokat láttam. Az ég egyet a világon, egy darabig az elejét még igen, de én szoktam közlekedni ebben az országban, tehát nem csak külföldön nyaralok, mint egyesek, úgyhogy én már ismertem ezt az utat. Hát ez szemét. Én ezen az úton soha nem jöttem. Ez a Siófok Baja, ez valahogy nekem elmaradt. A Bajár megy az ember, vagy Pécsen, nyilván autópálya, de ezek a kis átvezető utak, pici, apró kis falvakon településeken gyönyörű. Tényleg gyönyörű az volt. Nagyon-nagyon szép kis. Nagyon szép kis hely volt. Na hát, és mit csinált az az ember, aki már délben itt lógatta a lábát? Ugye, egyébként megbeszéltük neked, aranyéleted van. Aranyéleted. Egyik helyről a másikra visznek, te már délben itt vagy. Mit csinálsz? Jössz, mész, kajász, aranyéleted van. Most Lacival jöttünk át, egy röpke, egy mennyi, 1:40 alatt? De nagyon jól telt el. Az volt a jó, hogy az izgalmat mindig becsempészt a beszélgetéseinkbe egy-egy kombájnak, munkagépnek és mezőgazdasági berendezésnek a megelőzése. Egyébként nagyon jó volt, meg hát Baja. Én voltam már egy jó pár évvel ezelőtt Baján, és hát ez egy annyira csodálatos, annyira jó kis, annyira élhető kis város. Ugye nincsenek ilyen igazi nagy távolságok benne, de gyakorlatilag minden van, ami nekem így a szívem csücske lehet. Hát nekem ugye az első az volt, hogy tegnap is például, miután egy kicsit azért megborultam, megaludtam, meg szóltam lent a portán, hogy a fenti lépcsőről pont be lehet látni a szobámba, hogyha jön le valaki, akkor az ajtó fölötti ablakon keresztül pont rám lát, én meg ott ültem egy szárpil. Boxer alsóban sem, az asztallál, és éppen, hogy hívják, hogy netezgettem, és látom, hogy kinézek így jobbra, és látom, hogy két úriember így jön le. És így... De az is kiintegettél, nem szerint? Figyelj, mondom magamból, hogy biztos vagyok benne, hogy csak az egyik oldalról átlátható ez az ablak. De nem! Aztán jeleztem a szállodában, hogy nem mondta még eddig senki, nem, én vagyok az első. Hát mondtam, akkor biztos ez. Mondjuk az is felvet egy kérdést, hogy Vadon János miért mesztelenül netezik, nem tudom, hogy ez megvan-e. Hát mindig mesztelenül netezik, érted? Készült meglepni magát, ha érted, mire gondolom. Hát figyelj, az hosszú volt az út, gondolta, kicsit meglepi magállal. Na mondom, elernyedek egy kicsit a délutáni sziaszt előtt, érted? És a könyvjelző között nem találtam csak az időképet, ami nem pornja. Nem volt más válasz, hogy fogtad a laptopot, és bementél a paplan alá. Aztán átsétáltam ugye a Kispandúr szigetre, amit Petőfi szigetnek is neveznek, és hát az első az volt, hogy átkeltem ezen nagyon helyes kis hídon, és megláttam, hogy lent vízi sportolnak az emberek, hogy kajakkal, kenúval, sárkányhajóval ott mennek, lekiabáltam egy hölgynek, egyébként szó szerint ez történt, kezicsókolom, hol lehet itt bérelni hajót?
tök aranyosak voltak. Állj, mindenki egyszerre, három, kettő, egy. Mindenki felemeri az evezőjét, tudod, ő belemeríti, lefékez, és elmondta, hogy bemegyek itt a szigetre, akkor jobb készfelől van egy ifjúsági szálló, tényleg egyébként nagyon kedvesen fogadtak, hogy ott lehet hajót bérelni. Úgyhogy mondom, ez volt a délutáni program, hogy kivettem egy ilyen kis túrakajakot, és akkor itt a Kispandúr-sziget körül tettem egy kört, meg fölmentem itt a tűremlékműig, meg vissza. Marha jól éreztem magam. Közben egyébként Balázsékkal is találkoztam, ők a parton voltak, nem a vízben, tehát nem az volt, hogy valaki meg oda kis béka tempóba odúszott mellém, és Jani, igen, én mondtam, hogy óvatosan bele ne fulladjál, mert ugye nem tudsz úszni, de leüvöltöttem neked, hogy bele ne boruljál. Igen. Mert nem tudunk kimenteni, de mondtad, hogy van rajtad mentő mellé. Igen, az a biztatás, ami árad felém a partról, hogy megkérdezte, hogy ez mi, valami gyerekkaja? Ez volt az első, amikor találkoztunk. Mit csinálsz ott a vízben? Mi az, ami gyerekkajak? Bele ne fulladjál, nem tudlak kiúzni, messze vagy. Na jó, van, mentünk. Megbeszéltük a dolgokat, de kis mentően mellényben egyébként körbeelveszted a szigetet. Pont ott mentél el egy nagyon jó étterembe kajátunk, ott teveztél el mögöttünk. Kiabáltunk, de aztán mentél. Dobáltál, üdítővel. Megdobáltunk. Srácok, ez a Petőfi-sziget, ez egy csoda. Gondolom a bajaiak is imádják, mert elképesztően jó hely. Millió futó volt, millióan sportoltak, rengeteg, mondom, vízisportos, tele van éttermekkel. Az egész, én szerintem, hogyha itt élnék Baján, akkor oda költöznék. Én minden másnap lennék a vízen. Csodálatos volt, tényleg. Tehát, és ez nem csak a szokásos puncsolás, mert hogy itt vagyunk éppen kitelepülésen. Tényleg, nagyon tetszik a város, nagyon rendben vagyunk. Igen, tényleg jó, egyébként Lacival mi is sétáltunk tegnap, hát nem ennyi nyalerkedés, nem mondjuk ennyit szerintem. Például Kecskemétet nem dicsértük, nagyon szeretjük, de ott sokszor voltunk. Ez az egész, amit itt megcsináltak, én nem értem, hogy ez a tér itt miért ilyen nagy parkoló, de miért engedik be az autókat, ez egy olyan szép tér lenne, nem? Erre ti megjössz, értitek? Megjössz, és nem? Tele van autóval, szállodák, macskakő, az egész gyönyörű. Hát, de polgármester miért... úr biztos nem akarja messze lerakni az autót. Lehet egyébként, igen, hogy nem építenek a polgármester hivatalán még garázs, de hogy ez olyan szép tér lenne, ha nem állna végig mindenhol autó, kicsit ilyen olaszországos jellegű terek vannak, szép az egész, mi is egy nagyon sétáltunk. Mondjuk Balázs picit panaszkodott a távolságokra, mondom neki. Ez annyira tipikus volt, de nagyon szórakoztató, megyek be, és mondom, basszus, mondom, itt nincsenek távolság, mondom, itt van az ifjúsági szálló, mondom, 20 méterre tőle itt van az étterem, ahol jöttünk, és Balázs mondja, a felénél már arra gondoltam. Hogy miért nem autóval jöttem, mondom. És egész vacsora alatt szorongtam, hogy még vissza kell menni gyalog. Mondom, ez szörnyű. Szörnyű. Hát nem lehet sétálni. Hát ennyit az ember nem sétál. Igen, kellett azért a szállodától az étterem még egy ilyen bruttó, nem tudom, másfél kilométer talán, vagy kettő, egy, mennyi lehetett. A felénél mondtam a csajoknak, meg Lacinak, na jó gyerekek, eddig nem tovább, és vagy visszafordulunk, beülünk az autóba és visszajövünk, vagy leülök ide törökülésbe, és innen nem megyek el, aztán folytattuk. De hát azért távolságok vannak, csak te hozzá vagy szopva a sok sétát. Én lusta vagyok, én mindenhova autóval megyek. Én már felfedeztem a lábamon rejlő lehetőséget. leküzdöttem a nagy távolságot. És ennyi kedves ember, én komolyan mondom, utoljára az STK-ban az urológián találkoztam. Ennyi kedves, megértő ember, hogy mindenki szintesen figyelmes volt, mindenki köszöngetett, kicsit ilyen cimboraság volt, futókkal találkozta, hello, szia, mi van, végezted, nem, oké, jössz ki, ne, most melyik, hogy, és az egész ilyen nagyon barátságos. Nektek is volt szauna a szobátokban? Persze, kettő, a jacuzzi mellett nekem volt, a fra, nem mondott, hogy szaunás szobád volt. Laci a szemtanú, ő látta, nem hitte el, azt hitte egy hordó. Hát, mondom, ez szauna. Hordó. Bent volt a szobában egy szauna. És ült benne valaki. Hordó, ja, ez a nagyobb baj. Nem, egyébként nem ült benne valaki, tényleg volt egy szauna a szobában, nem kapcsoltam, mert nem tudtam. Szállodának a figyelmessége volt biztos. Hogy köszönöm szépen a lányokat, akiket átküldtél. Beépítettek egy szaunát, igen. Na, drága bajaiak, csak szólaljatok meg nekünk itt az elsősorban, halljuk egy-két hangot. Ki miért jött, honnan jött, mire vártok, mire számítotok? Zsuzsi vagyok, bajai. Zsuzsi, hello, Zsuzsi, mi újság van? Csak akarom mondani, hogy ők itt egy teljes külön kollektíva. Igen? Tűntünk. Már eltűntetek? Fele már eltűnt, mi Szabin vagyunk, Szabit kértünk, többieknek dolgozni kell. Aj, de jó. És egész varrodások. Napra... Igen, nagyon igen. Helyes. Egész napra kivetétek, vagy csak kízik? Igen, egész napra, persze. Egész napra. Igen. Na, az ez azt jelenti, hogy téged és Janit nem fognak elengedni estig. Igen, igen. A Janit biztos. Figyelj, nézd a hátul egy óriási adag WC-papír, Feri. No. Szerintem széna. Széna lesz. Hello, széna. Hello. A WC-papír árus, aki mindig írogat. Jó reggel. Szia. Ahogy ígértem, múlt héten. Megy a hasad? Nem, a Janinak megy a hasad. Gyerekek, hozott széna nekünk körülbelül 30 vagy 40 darab WC papírt. Átadtam olyan Janina? Persze, meg is puszíhatod, imádja. Mennyire kedves figyelmesség. De esetleg valaki nem tudta volna, most már tudja.
De mi? De szüksége van egyik klotyóban. Én erről lemaradtam. Beszéltünk erről, hogyha jövünk bajára hozzatok. Múlt hét kedden vagy szerdán te olvastad be az SMS-emet. Ja, hogy hozol. Akkor pont gondok voltak Arninál, pont talán aranyeres dolgok voltak. Hát azt mesélted, hogy tudod, neki nincs baja. Valószínűleg nem volt előre haladtál. Meg azt, hogy talán fogyóban a készlet, vagy mindig eltűnik a... Nem volt baj, valószínűleg arról volt, hogy valószínűleg megcsúszott egy megszólásnál, és mi Ferivel aljaskodtunk egy picit, és de éppen hát elmondtuk, hogy jönne, Jani, jönne a megszólásra, csak éppen kim van az aranyere. Tehát, hogy valami ilyesmi. Ilyesmi lehetett ez a szörnyű megszólás, amilyen bűnt elkövetni kellene. De mennyire jó, hogy nem marhatrágyával kereskedsz. Most komolyan. Arra is van szükség. Egyébként csak mondom, hogy nagy barátok nem lesztek, mert így kezdődik a megszólítás. Kicsi! Ez papíron kupon? Van-e? De milyen kupon kell neked? Hát minden, ez kupon kell a Janinak, nem? És ehhez is. Hát, ha van, akkor jöhet. Nagyon drága vagy. Azt nem tudom, hogy ezzel fogunk a váladon visszasétálni a szállodába, vagy ez de hogy? Hallod. De figyelj, ilyenkor egyébként tényleg nem szabad csalódást okozni a hallgatónak. Én rögtön kipróbálom. Komolyan mondom. Két megszólás között el is viszek két gulit. Nagyon drága vagy, köszönjük arra szépen. Arra hogy köszönjük szépen, nagyon kedves. Már láttam SMS-t is, SMS-t is írtam. Ó, basszus. Félrevelik a harangot. Igen, bedugba hagytam a vasalóba. De jó, ez harangszó. Olyan ritkán hallok. Hát azért nem ahogy mindig, én fölfedez, azért mi? Nem mindig érkezik egy ilyen művel széles látókörű intelligensebben a városban. Ez egy harang. Ne harangulj, szerinted is ez egy harangszó? Úgy hallom, igen. Már ketten vagytok, Balázs. Honnan jöttél, Hello Bajáról szintén? Kalocsa. Kalocsáról, átjöttél ide. Igen. De jó. És mit dolgozol egyébként? Fegyőr vagyok. Fegyőr? Igen. Vagy fegyőr? Szabadnapos. Szabadnapos fegyőr. Állampuszta? Igen. Az menő. Szóljatok már. Feri ismeri. Sokat jártak oda a rokonokhoz. Nem, én magam ültem ott egy darabig. Szóljatok már az ispánnak, hogy ne rángassa a drótot, mert nem tudok így műsort vezetni. Várj, ki kiabálok neki. Hagyja abba a harang láng... Kisbíró uram! Na. Miért van ilyen korán délbaján? Fura, nem tudtam, hogy itt van 6 óra idő eltolódás. Ez érdekes, azt hittem, hogy ez csak tőlünk keletre van. És negyed óránként jönni fog a harangszó. Jó is az. Na jó van, drága hallgatók, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, ki mit írt nekünk. Csak mondom, hogy játékra ne jelentkezzetek, mert hogy a helyszínről szeretnénk választani. Játszanátok szívesen? Igen? Nagyon felkészült mindenki a játékra? Jó, nem sokára választunk. Azt mondja, hogy Bali, Nátás, a hangod vagy a rádióm torzít. Puszi Marcsi, igen, picit Nátás, hogy ne állítgasd a rádiódat, nincs azzal baj. Azt mondja, hogy... Nem kellett volna neki vetközni azon a domboldalon, és mint Buddha üldögélni, ott a keresztúzatba. Igen, lassan megyek felétek egy dupla fülkés Toyotával, majd nyomom a Dudát, integessetek, ezt Lórán küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán... Imádom Baját, ha szépen kérlek, bemondjátok, hajrá Futim, örök hála. Kata küldte ezt nekünk. Itt a helyi futóversenyeket a Futim fogja össze, és rengetegen vannak. Nagyon aktív kis társaság. Igen, mi lett a tegnapi gyűjtés eredménye? Erről nem sokára beszélünk. Egyébként köszönjük szépen. Gyerekek, mi van, rosszul vagy? A WC papírra halljasz már. Már a látvány beindítja a bélműködést. Igen. Ferinek mi baja, kérdezi valaki. Baja, az egy város. Na jó van. Oké, drága hallgatók, várunk közlekedési híreket. Jó Ákostól meghallgatjuk a legfrissebbeket, mármint ami a híreket illeti, mi pedig jövünk. A hírek után a játéka már is. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szexi vagy, Balázs! Nem ezért tettek. A Feri mit belózik ezzel, hogy semmit, ők a mondják. A szátokba adja ezeket a vonatokat, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Két megszólás között halljuk, hogy én ezt nem mondom, hallod? Mondd már, légy, annyira jól esik neki. Nem látod, hogy néz ki, Feri, hogy mondanám már, ne csinálj, ne erőszakoskodj. Nekem rohadtul nem jön be. Nem igaz, ők mondják, hát higgyétek el, de nekem ilyet az ő szájukba. Tudom, hogy igen. 8 perc, pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Baján még mindig egyébként, méghozzá Tóth Kálmán téren, ha valaki bennünket nem találna, de gyerekek, szerintem már nincs bajai, aki ne tudná, hogy hol vagyunk, rengetegen itt az Üveg stúdió előtt. Kicsit egyelőre borús az idő, ma még nem mondtak rossz időt, péntekre már igen, de ma holnap még azt mondták, hogy jó idő lesz, sütni fog a nap. Amikor meleg van, hosszújba jövök, amikor hűvös van, pólóba, nem tudom elkapni ezt a dolgot. Nem tudom. Igazi profi. Hiába ennyi. Tudsz, bátran élsz. Nem tudom elkapni. Na, azt mondja, hogy hogy állunk SMS-ekkel közlekedés ügyileg, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon gyorsan. 7-kor újra megkongatom a harangokat. Ha nem tetszik, lesétálok hozzátok, kvázimódó. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Moson-Magyaróvár szélén Rajka felé van egy trafi. Reggel 4-kor írtam SMS-t a bögréért, akkor az enyém lehetne, kérdezi valaki SMS-ben, hát bögrét csak a helyszínen. Nem neked integetett, Jani, lelépett, ja. Egy gyalogos. Hogy, igen.
Szóval, hogy már elígértem a bögrét, de az csak az kaphatja meg, aki itt van a helyszínen, nem az, aki SMS-t ír. Itt van. Tessék? Szia, innen írtam az SMS-t. Te írtad az SMS-t, és ott áll mögötted a hölgy, akinek én közben megígértem a bögrét. Azért írtam, hogy akkor az enyém lehet. Hozunk egy medencét, megtöltjük iszappal, aki megnyeri a bunyót, jó? Egy óriási, óriási kumite. Figyelj, a bögrét én elígértem már, úgyhogy nem láttam az SMS-edet, most nézem, de neked is kitalálunk valamit. Jó, jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy megoldjuk. Neked megoldjuk a Jani bögrét, de az egy műanyag pohár. Nem baj, az is jó lesz, hogyha Janié. Rajta van a DNS-em, csak nem visszaélni vele. Majd klónoztatunk. Igen. Azt mondja, hogy három lábúak elért hegyről lefelé, csak hogy ez földmérő. Andris, nagyon szellemes, köszönjük szépen. Csornán a Soproni úton mérik a sebességet Fehér Szádból, ez pedig Moa küldte. Nekünk mi pedig már is játszunk egy hallgatónkkal. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na! Szilvi, hello, sziasztok. Jó reggelt! Hello! Te is azzal a kis csapattal jöttél, igen. Akik itt voltak? Igen. Jó sokan vagytok. Hát igen. És úgy már, hogy a fele elment. Igen, is nem sokára. Nem sokára. Menni kell dolgozni? Igen. Marod a szintén? Igen. Marod. Most még az összes igen. Büntetlenül. Igen, azért mondom most egy kicsit. Most kimondja magából az összes igen. Most add ki az összes igent, az összes nemet. Most mindent mondhatsz. Milyen ruhák készülnek, hogy miket csináltok? Farmerokat varunk. Farmer? Az menő. Az jó. És mindig ugyanaz a fázis? Hát különféle farmerek, de mindig farmer, igen. Aha. De hogy látom, az a nagy röhögések vannak. Azok vannak, igen. Ti, hogy itt álltok az üvegstúdió előtt, rötyögtök nagyon vidáman mindenen, azért ez jó hangulatú munkahelyen. Ez jó. Palikén nem biztos, hogy ezt bírnák sokáig, ha 30 nő fejhangon visít, de... Sokan nem vagyunk, de... Hányan vagytok? Hát most olyan 12-3-an. Azért és egy férfi sincs? De egy van. A műszakvezető mi? Ne! Észrevettétek, hogy az összes varodában az mindenki nő és egy pali van mindig? Igen. Az a pali mit csinál? Hát ő megőszült már valószínűleg. Igen. Ő már keresi a borús helyeket, a kifejezetten szomorú. Ő, hogyha valakul szerintem temetőkbe ejtőzik, mert reggel eszik, röhögnek egyébként. Gondolj, hogy 10 csaj nagyon röhög. Megykálkodi, kuncog. Igen. Túlszaladtam egy kicsit. Igen. Szilvi, kinek igen. Kiért játszol a csapatért? Megígérted, hogy hozol nekik valami ajándékot? Hát megmutatom nekik, igen. Megmutatod nekik. Igen, a képet is megmutatom, igen. Már milyen képet? Hát, ami kép készült. Ja, ami készült, igen, így van, igen. Csináltunk képet, igen. Kivel szeretne játszani, Szilvi? Hát, Ferivel. De jó választás! Ferivel. Jól van. Oké, na. Most már akkor elfelejteni a tiltott szavakat, jó? Izgulsz? Nagyon. Nagyon, hát persze. Júj! Hát, júj! Jani? Én is izgulok nagyon. Nem, inkább számolni. Inkább számolj vissza. Na, figyeljetek, 3, 2, 1, fire! Megeszitek a halat a bajai halászléből? Megesszük. Van, aki finom. Van, aki kihagyja, azt tudod, ugye? Persze, tudom, tudom. Tésztás sokan vagy? Nem szeretik. Tésztás vagyok, ilyen, hát látszik rajtam. Sokan nem. Opszi! De már előtte ott volt, hogy sokan nem szeretik. Ajajajajajaj. Ott volt. Ünnepeltes magad, Feri! Kicsit kijövök, nagy pici tapsot tapsol. Ferire! És ketten a gyűlölet rohadék elvetted a bajaitól az ajándékot. Elkezdjük dobálni, rohadj meg. Szilvi, ez nem egy egyszerű élethelyzet. Azért tegyük hozzá, hogy megvédjünk téged. Ez nem könnyű bejönni ide. Már rengetegen állnak az üvegstúdió előtt, mind benéznek, igen. Téged néznek, tehát ez nem. Én már az elején tudtam, hogy ki fogod mondani. Köszönöm de szépen a bizalmat, köszönöm! De azért, ha annyira mondtad, hogy igen, ugye dumáltunk, próbáltam felmérni, hogy mi a helyzet, már ott annyit igen eszél, mondom, ebből baj lehet. De? Látod, ez az ajándékcsomag, amit nem kapsz meg. De? Szomorú vagyok. Nem engedünk el. Nézd meg azért, meséld el, mi volt benne. Jó, elmesélj. Természetesen kidelepüléseink során azért teszünk egy kis engedményt, és azok is kapnak ajándékcsomagot, akik egyébként veszítenek majd. Ha majd nem látják, vegyétek vissza. Szívi, köszönjük. Jó munkát. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok. Köszi, hogy kijöttetek. Puszi. Puszi. Hello. 2-1 a heti állás ezzel. Nem rossz. Még egyet behúzunk és megvagyunk. Aha, ez egy nagy taps most a gépről. Ja, hogy nincs bedugva. Dugom a gépet. A technika ördöge, ugye. Na, gyerekek, akkor egyet kell még salgotani, a Majd Budapesten behúzni és így megvagyunk? Így van.
Osztuk a hetet, kitelepülés ide vagy oda, egyszerre megállíthatatlanok vagyunk. Ez jó helyes volt egyébként, nem? Nagyon cukik. Benne volt, ki mondja, de legyünk őszintén, hát, de helyes csaj igen, volt, igen, igen, igen. Csak úgy válaszolt, igen. Na jól van. Mi baja a Morning Show-nak, hogy nem a Deák téren van? Kérdezi valaki, nagyon jó, igen. Ez a Deákné turné, mint vagy Deák tér turné, ugye írta nekünk tegnap Priseli ő. Nem, most nem ott vagyunk, Tóth Kálmán tér. Holnap pedig mondjuk Salgótarján főtér. Ott leszünk. Ott leszünk, így van. Ha esik, ha fújvi, ott vagyunk. Ott is nagyon szép helyen leszünk, de arról majd holnap beszélünk. Most, hogyha valaki esetleg nem bajai, és ide érkezik a város, és miattunk, akkor keresse azt a teret, amiben a megye legtöbb macska köve van, ez a Szent Háromság tér, és abból egy kis utca nyílik. Ha a polgármesteri hivatalá szembeállunk, akkor balra, és azon kell végigsérdeni, de a tömeget már látni fogjátok. Meg, megtalálnak. Illetve majd a Varodás lányoknak a nevetését kövessétek be. Kettő perc van pontosan, 7 óra. Jövünk a hírek után, méghozzá gyerekek, a most már egyszerűen slágerrá vált, méltán népszerű, hihetetlen izgalmakat rejtő fűnyíró játék. A robot fűnyírós játék. Ilyen élő adásban még nem történt, hogy egy versenyt közvetítünk, a robot fűnyíró játékunk. Elhoztuk a bajaiaknak a 22. század technikáját. A NASA űr technikájával játszunk, Ákos, híre jutem. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt, Morning Show! Micsoda meló, micsoda karmesteri teljesítmény. Jó reggelt kívánunk, drága bajaiak! 7 óra múlt pontosan 13 perccel. Itt vagyunk, egyelőre nem szemerkél az eső, több helyről írják már nekünk, többek között Budapestről, hogy esik az eső, Szentendrén is már szemerkél. Igen, holnap után mi is fel vagyunk készülve arra, hogy kicsit rosszabb idő lesz, de itt Baján, gyerekek, itt még az ugyak szikrázó napsütés, 30 Jézusom, nő az orrod. Nő az orrod, Pinokkió. Nem, egyelőre nincs rossz idő, kicsit hűvösebb van, de az eső nem esik, és ez így is lesz egészen estig, ahogy ami drága Ákosunk ezt elmondta. Minden nap megemlíti egyébként a kitelepülésünk helyszíneit. Mondanám, hogy profi, de nem illetném. Ez egyetlen kis kurta szó szerintem. Nem is mutatná meg az ő szakmai nagyságát. Egyébként szerintem egyetlen dologat tudjuk bebiztosítani azt, hogy holnap reggel jó idő legyen, hogy hosszú ujjobb a gyere. Az lesz. Mert amikor megjelensz rövid ujjobb, biztos, hogy beborul. Igen, amikor hosszú ujjobb garbóba, akkor olyan meleg van, hogy megőrülünk. Úgyhogy holnap változtatunk, igen. Trafi az M3-ason a Görbázi pihenőhely előtt, Budapest irányában. Vártiga küldte nekünk. Fogadjunk, hogy jobbról. Annyira behaladszik. Hello. Én kint vagyok, ugye? Nézek befelé a stúdióba, és azt érzem, hogy a hátamhoz söndörödik valaki, és megfogja a fenekem. Tehát ez van, érted? Majd hátrafordulok, és látom, hogy fotóznak, de nem várja meg. Oda azért mondtam, hogy ide fordulok, nagyon kicsim. Jó. Hogy hívnak? Hello. Ciao. Zsuzsi vagyok. Milyen kemény, puha, félkemény, milyen? Milyen? És az elejét még nem is mutattam. Bizonyám. Zsuzsikám, nagyon rámenősen fotózkodunk, nagyon rámenősen. Csak úgy oda söndörödtél a Feri háta mögé, Zsuzsi? Igen, hát a Barodából jöttünk, úgyhogy... Aha, de micsoda értékes kép lesz a hátamról. Így van. Hát, ha még a hátadról, de tényleg nem válaszoltál Balázs kérdésére. Harsogó Starking vagy érett naspolya? Igen. Ez maradjon a mit titkunk. Jaj. Na, kivel nem készült még fotó, drága varrodások? Hogy állunk még? Már csak Janival nem. Megyünk nem sokára, mert a brutálisan, hihetetlen már nagyon komoly, hát hogy is mondjam, vételi szándékkal Börnés bejelentkezett a fűnyíró játékunkra, úgyhogy nem sokára Sárca. Lejátszuk. Reszkes baja, elképesztő lesz. Imádni fogjátok, kimegyünk, de előtte van még egy zombi tesztünk, azt megcsináljuk. Már nem arra gondolok, hogy Baján vannak a zombik, hanem találtam Facebookon egy zombi tesztet, és ezt mindenképpen meg szeretnénk csinálni. Hol tartottam? Közlekedésileg gyorsan, 21-es út 54-es kilométernél Sargótarján felé, a 70-es táblánál rendőr autóból szemből, 24 órás hútár Pisti. Gyerekek, ha valaki sokat jár Budapestről Sargótarján, az írja már meg, hogy körülbelül mennyi idő alatt lehet lent lenni, fent lenni, oldalt lenni, hogy mennyi időt szánjak rá, holnap reggel megyek. Hát, csak egy kis segítség nekem, hogyha valaki sűrűn ingázik, az nagyjából tudja, hogy mennyit kell. Két órával, ismerünk, hárommal, mivel Győr felé indulsz, ugye, a megszokott rutin, az a biztos. Aztán behozom a lemaradást. Igen, igen. Tudod. Figyelj, Jani, mondjad. Van egyébként egy Salgótarján felé turul. Jobb kész fel. Nem, azt a tabány, fordulj vissza. Várhat tényleg. És hagyjál, aludni akar. Igen, még csak 3:30 van. Keltelek benneteket, mert holnap én leszek a leghamarabb talpon. Na, találtam valamit, és ezt szeretném megcsinálni, mert kíváncsi vagyok arra, és gondolom ti is, hogy hármunk közül
ha zombi támadás érné Magyarországot, igen, az milyen izgalmas, akkor ki élné túl, ki mennyi ideig maradna életben. Ugyanis van egy teszt, ami megmondja neked, hogy a zombi támadás ér téged, vagy zombi támadás éri a te lakhelyedet, hány percig, hány napig tudsz életben maradni? Ha komolyan veszük a kérdést, akkor nyilván te nem vagy veszélyben, hiszen a zombik az agyat szeretik. Az én viszont agyamból Feri... csordák legelésznének. De csak, a zombi csak agyra megy? Igen. Agy, brém, brém. Tehát, hogy ők a klasszikusan akkor? Hát nagyon, én itt megállok, kiszállnék. Igen. Rajtam van a legkevesebb hús, ez egyértelmű, tehát én lennék a legkevésbé veszélyben. De azért gondoljátok, milyen értelmes időtöltés, más olvasással, filmnézéssel tölti az időt. Én kitöltöttem a zombi tesztet. Neked van igaza. Érted? Meddig maradnék életben? Valaki küzdik a második diplomájával, mi pedig zombi teszteket töltögetünk ki. Tudod, mit mondok? Nem éltél igazán, ha nem töltöttél a zombi tesztet. Hát nagyon jól tudjátok, hogy ez az ország tele van közgazdászokkal, érted? Erre már nincs szükség, tele vagyunk ügyvédekkel, arra sincs szükség. Viszont ilyen hétköznapi felkészülési időszakokra, mint például egy zombi tesztnek a kitöltés, csak mi vagyunk alkalmasak. Csak a kultúra, mi? Csak a kultúra, gyerekek. Zombi. Is. Zombi apokalipszis. Mindenki eljátszott a gondolattal. Gondolom mindenki eljátszott. Zsuzsikám, eljátszottál a gondolattal, hogy mi lenne zombi apokalipszis? Ő a Zsuzsi a kis feketében. Mind a ketten Zsuzsik vagytok. Zombi apokalipszis. Mindenkiben van egy kis Zsuzsi, tudod. Szerintem én túlélném, mert nem sok agyam van. Ez az, ami közös bennünk, látod? Vigasztal jön a tudat. Másik Zsuzsi, szoktál zombi apokalipszisen? Rajtam lenne mit enni, de... Nekem is sok agyam. Rajtam lenne mit enni, de nincs sok agyam. Ki legyen az első? Te tudod, mit kell csinálni, amikor jönnek a zombik? Még nem. Majd most megtudod. Majd most megtudod. Írjuk be, hogy Ferenc. De csak annyit kell, vagy be kell családnév is. Az nem érdekli? Beírom a vezetékneved, nem vagy a keresztnevedet. Ferenc. Nézzük meg hármunk közül, ki élné túl. Profil elemzése. Eredmény számítása. Hát micsoda tudományos teszt. Te vagy az egyedüli, aki túléli a zombi apokalipszis. Yes! Köszönöm, egy zombi apokalipszis túlélésére te kitűnően alkalmas vagy, te okos, talpra esett és kegyetlen vagy. Hogy hazudik? Nem figyelnél a veszteségekre, és gondoskodnál arról, hogy életben maradj. És ki tudja, lehet anélkül, hogy tudtál volna róla, halhatatlan vagy. Micsoda teszt? Figyelj, biztos nem a teljes nevét írtad be? Várjál. C-vel. Jó, velem nem szúr ki, ez nekem túl pozitív, ez nem tetszik. Beírom még egyszer, hogy Ferenc. Figyelj. Számítások elvégzése, megint. Eredmény számítása folyamatban van. Te vagy az egyedüli, aki túléli a zombi apokalipszis. Ugyanazt adta ki. Tehát nem tudod kétszer beírni. Megnézzük veled, mi lenne egy zombi apokalipszisben? Veled a fogukat piszkálnák. A lábszárcsontoddal. De ki az a hülye, aki egy ilyet kitalál, hogy írd be a neved. Ja, hogy kitöltenék ki. Én figyelj. Hogy írd be a neved, és megmondjuk, mi lesz veled zombi támadás esetén. Szerintem nem ő a hülye, hanem aki használja. Ugye? Gyerekeket, nem vagyunk ki. János. Na nézzük. Hát te nagy zombi film rajongó vagy. Hát, nem mondd, hogy nem akarod azt tudni, hogy mi lenne veled. Azt mondja, hogy egy hónap után te egy elhagyatott hegyi barlangban halsz meg. Egy zombi apokalipszis túlélésére te teljesen alkalmatlan vagy. Számos gyakorlatilag képességednek köszönhetően egy darabig túlélnéd. Valószínűleg csak kicsit gyanakvóbbnak kellene lenned, ha a barátaid elkezdenek furcsán viselkedni. Ezt írta róla, tehát azt írta, hogy te totálisan alkalmatlan vagy a túlélésre. Én is úgyis ezt tervezem, hogy valamikor majd egy barlangban fogok bevégezni. Ez nem kell zombi apokalipszis. Igen, csak említ, hogy magadtól mész oda, vagy elrabolnak. Na, azt mondja, hogy én magamat mi megnézem gyorsan, nyilván aztán az játszunk lesz, a hűvírójátékot. Te vagy az, aki az első nap meg fog halni. Aha. Már a harmadik napon meghalsz a konyhádban. De hogy nem az jön ki, hogy a drága férfi párfümöd illatától allergiás rohamot kapnak a zombik. Egy zombi apokalipszis túlélésére te messze menően alkalmatlan. Írják rólam. Mivel teljesen felkészületlen vagy, hamarosan az éhség fog kiűzni a rejtekedről. Valószínűleg az éppen csak éhes zombit nem fogod észrevenni a hűtőd mellett, így lecsap majd rád. Azért ez nagyon beteg. Figyeljetek, rólunk egyébként egy ilyen nagyon alternatív zombi filmet lehetne készíteni. Olyan drámai jelentekkel, mint például Balázs vissza akarna menni az orrszőr vágójáért, és mi pedig megpróbáljuk megakadályozni a Ferivel. Le, vissza kell mennem, és hajsütő van, és igen. Nincs is orrszőr vágója, nem megkézzétek. Most úgy festeszem, mint pár. A Laci büszkekedett tegnap, hogy olyan orrszőr vágót vett, hogy megőrülsz. Nekem nincs orrszőr vágó. Tehát nekem nem hát igen, mert a Lacét használod. Érted? Nekem befér a borotva az óromba.
Na, mondjatok egy nevet. Ki kíváncsi arra, tessék, hogy mi történik vele zombi apokalipszisben? Zsuzsi! Zsuzsi, megmondom neked, várjál, lehet? Oké, érve, Zsuzsi. Ők ugye, a két Zsuzsi az előbb elmondta, hogy ők maguknak nincs agya. Írva, hogy Zsuzsi 1 és Zsuzsi 2. Zsuzsi 1. Néztek egyébként ilyen filmeket? Hát nem nagyon, szoktam, de nem nagyon. Szoktál, de nem nagyon. Zsuzsi 2, te félsz, ugye? Igen, igen, én félek. Mit mondasz? Villany mellett. És ki a szemüveges, hogy Varrodából szintén? Nem. Bocsát, kitalálom, maga is Zsuzsi. Nem. A Marika vagyok. Ma beírjuk a Marikát. Marika. Tetszik a Marika név. Marika. Nézzük meg egy a Marika. Magyar zombifilmben biztos, hogy van Marika. Nekem tetszik ez a név, hogy Marika. Nézzük, mi lenne Marikával. Tetszik nézni zombis filmeket egyébként? Tetszik. Tetszik. Hogyne. Figyelj, én bezárt szobában olyan szívesen nézem őket, hogy iszonyat. Határtalan, naivan és jóhiszeműen, amilyen te voltaképpen vagy, már az első zombinak kinyitnád az ajtót, Marika. Ki hát, ha valami újat mutat. Ki van ott kint? Marika, már valószínűleg azelőtt meghalsz, mielőtt észrevennéd. De nem probléma, legalább nem lesz fájdalmas. De tényleg, tudod, egy ilyet hallasz kintről. Biztos a gázorra leolvasó. Kimegyek, megnézem. És a férjed így üvölt. Marika, ne! Marika, ne tedd! És abban a pillanatban vége. Na jó van. Oké, gyerekek, keresétek meg a Facebookon, van ez az egyébként nagyon mélyen szántó és nagyon értelmes teszt. De ha tényleg csak akkor nagyon sok időtök van, illetve hogyha fekvőgipszben hevertek valahol egy kórházi ágyban hónapokig. Nem mondta, hogy nem volt mélyen szántó. Nem mondta, hogy nem volt jó. Nekem kicsit kisült az agyam a szellemi teljesítménytől. Hát gyerekek, Bernie Ecclestone, tessék? Hogy te hova mész, azt nem tudom, én megyek fűnyébe. Jani, ezt tényleg megkérdezel a harmadik napon, hogy mi következik? Gyerekek, Bernie Ecclestone könyörög a receptér, hogy élőben közvetítsék azt a fűnyíró játékot, amit már 3 napja játszottunk, és ahogy látom a tömegből, ma már itt egész baja kíváncsi erre az összecsapásra. A riadt izgatott tekintetekből, amik körbeveszik a fűnyírót, ami nem emlékeztet egyébként alapból első ránézésre fűnyíróra. Ilyet még élő rádió műsorban egyébként nem játszottak. Tehát egy fűnyíró verseny, ahol bójákat kell kerülgetni. Itt van maga a masina. Milyen? Nagyon, nagyon kellemes, jó ránézni. Ugye? Szép a forma tervezés. De ez nem egy torta, vagy tessék? Szemüvegedet, légy szíves, vedd le. Neked adjam? Vagy milyen? Eladod? A szemed. Hát az a baj, akkor megbabonáználak. És igen. Ő a főzombi. És levennéd a kardigánot. Az a baj, vigyázz, ha belenézek a szemedbe, leveszed a bugyidat. Megnéznénk. Ő Marika barátnője, csak szólok, vigyázz vele. Hogy hívnak? Ica. Ica, hidd el, Ica. Csodákra vagyok képes. És ez még csak a szeme? Na, mindjárt leveszem, jó? Ott neked hátul csak leveszel át. Átrajössz, és olyat látsz, hogy elhiszed. Jó, készítsük a fényképezőgépet, Laci. Ebből sok like lesz. Egyébként nagyon maga a berendezés, most valljuk őszintén, tehát hogy először ránézel, akkor olyan, mint egy ilyen gigászi leveli béka. De egyébként nagyon nagy, egy zöld leveli béka, igen, ahhoz hasonlít, csak ritkán ló ki a leveli béka fenekéből egy madzag, vagy mi ez, nem egy drót. Egyébként... Hát függ, hogy mit falatozott. Igen. Na itt vannak a játékosaink, itt hogy hívnak, hello? Anita vagyok. Anita. Julcsi és Anita. A Forma 1-ben már nők is vezethetnek. Hát, gyerekek, ott már mindenki. Anita, mivel foglalkozol? Hát én egy gyárban dolgozom. Gyárban dolgozol, azon belül? Hát forrasztok nagyjából. Forrasztasz? Az jól hangzik. Ilyen kis forrasztópákával, onnal és minden. Hogy megfejted? Azért, jó vagy, hogy a forrasztásból is, érted? Istenem, csodálatos. Jani leborult, lábacsók. Atya úrist. Igen, te mivel foglalkozom? Eladó vagyok. Eladó vagy. Fűnyírása, hogy állunk, csajok? Mégse, hogy. Akkor hasonló, mint én. Sehogy. Nagyon jó. Ez egy nagyon jó választás lesz. Ki kezdeni ezt a hihetetlen adrenalin bombát? Julcsi kezdi. Ki az, aki Julcsival van a közönség sorai közül? Egy. Hát Julcsi, nézd, nem erős. Ica. Közönség kedvenc. Ja, a lányod? Persze. Komolyan? Igen, igen. Aha. Jó, Julcsi, haladjunk. Jó. Mondja, na haladjunk már. Julcsi, hogyha édesanyád hátra vonszolja Balást, hogy levegye a napszöveget, mész-e fotó? Vele. Ez az. Na, anyalánya, az még hiányzik nekem. Egy pillantás ide, egy pillantás oda, és már két bugyival könnyebben. Sok minden volt már, de anyalánya még nem. Úgyhogy... Julcsikám, indulhatunk? Igen.
Igen. Na. Hajrá. A szomszédokban volt Júlcsi, nézted? A Magenheimeknél, nem? Nem nézted? Pedig jó kis sorozat. Most ismétli az M3. Miért van egy önérzés, hogy Júlcsi szeretne ezen a dolgon minél hamarabb? De miért? Jól érzem, Jani. Gyerekek, csak mondom, hogy Ica kétszer úgy hátba vert, hogy álljak el előre. Konkrétan három bort. Megy már, Ari, nem látok tőled Balázs. Konkrétan bevérzett a bordám annyira hátba vert háromszor. Boxolsz? Boxolsz, vagy sportolsz valamit? Igen. Expander ezzel a nappaliban, vagy mit csinál? Bicikli torna. Jó, mert azért mondom, véreset köpök azóta, amit hátba vertél itt kétszer. Téged is így nevelt édesanyád? Hát... 50, hát, igen, jó, oké, megvan akkor. Na, mehetünk? Júlcsikám, figyelj ide, bőrniek lesz, ahogy mondtam, könyörög a receptér, úgyhogy nagyon jónak kell lenni. Élőben közvetítjük egyébként a klasszfm.hu a Twitter oldalunkon, a Periscope appet kell letölteni, és nézzétek nyugodtan, jó? De készültek fel tényleg a Transformers 6-ra. Ebbe sírtok olyan, de tényleg. Oké, mehetünk? Akkor óra indul, jó? 3, 2, 1, hajrá, Júlcsi, hajrá, Magenheim. Micsoda gumiszag az aszfalton, kérem szépen, elindult a fűnyíró, az emelső bója. Kicsit agresszív a stílusa Júlcsina. Igen, tehát Lewis Hamilton megirigyelni ezt az agresszív stílust, húzza maga után a fűnyíró az ászlót, rettenetesen szürreális ez az egész. De nagyon. Anyuká közben kommentál, mit csináljon más? Lassan. De ez időre megy, csak mondom. Időre? Aha, igen. Ja, időre, ezt nem tudom. Ez nem szépségverseny. Ja, időre, akkor gyorsan. Mondja? Elborítja, nem számít. Ica, itt az van, amit ti akartok. Ha azt akarjátok, hogy ne számítson, nem számít. Ne számítson? Én ne számít. Nem számít. Jó, megbeszéltük. Így se úgyse veszélyezteti a legjobb kor időt, úgyhogy teljesen mindegy. Júlcsinál két dolog nincs rendben, a sebesség és az irány. Igen. Júlcsi nem erős ebben a játékban, mondhatni. Jobbra viszont lassú. Figyelj, de mit tudom, az alapossági díjat megkapod. Figyelj, konkrétan a 600-nóból 5-öt feldöntött. Most... Én megyek Júlcsi után, és újra rendezem a pályát. Jó. És most elindulunk visszafelé, egy bruttó 3 percben meg is oldottuk ezt a dolgot. Milyen Júlcsi? Meg kell dolgoztatni. Sziasztok. Nem, úgy értett a vezeték nevet. Jaj, gyere Júlcsi! És óra, még 10 másodperc, és megáll, meg vagyunk! Nagyon jó! Hú! Ugye mennyire durva ez a játék? Figyeljetek! Ugye, nagyon. Szemmel szinte követhetetlen, langyal meg aztán pláne. Hihetetlen. Az van, hogy tulajdonképpen az első naphoz képest nem rossz, mert ott ilyen 1.30-as eredmény volt, ez 1.10. Döbbenet 3 percnek tűnt. És a minus... Elképesztő. A mínusz egyedik naphoz képest, amikor még dobozba volt, ahhoz képest pedig aztán. Nagyon jó. Na, mondjuk a hallgatóinak, hogy körülbelül egy ilyen 3 méter széles, és egy ilyen mennyi? 5 méter hosszú kis elkerített pályán áldogálunk itt a tér közepén, macskakövön, vagy egy ilyen szép térkövön díszburkolaton. Ritkán megy egy ilyen fűnyíró egyébként, de nagyon szép. És jön a második versenyző. Bocsánat, hogy nem akarok tényleg, de hogy zenét nem rakhatnánk be. Én nem bírom ezeket. Na, jaj, nem bírok nevetni, mert Ica eltörtét elől a bordámat, annyira hátba vágott, hogy menjek a lányom. Bevág egy kicsit. Na, hogy érzed, megdönthető a körrekord? Nem, rettegek. Mennyinél vagyunk, Feri? 1-10? Ez 1-10 volt, így van, de a tegnapi 53. Azt hogy csináltak? 53 másodperc, és egy csaj csinálta. Ott nem mértünk el valamit? Nem, az 53 semmit, volt? Semmit, igen? Jó, a vikingesek ittak, de azért még tudnak mérni, nem? Na jó, oké, mehetünk? Aha, hogyha Feri jó, köszi. Hát inkább te árisd arrébb, mint Ica. Na jó van. Hogy lesz veszélyben a lányod körrekordja, szerinted? Hát szerintem ő fog nyerni. Már ki? Hát a Júlcsi. A Júlcsi. Na jó van. Oké, mehetünk? Hát itt már összecsapás van. Egy Fradi utén nincs ilyen, komolyan mondom. Azt a mindenit. Nézd ránk is, mi is le akarjuk dobni a bugyinkat. 3, 2, 1, és tessék! Hú, ide szépen fordul, kicsit elindult a fűnyíró. Ez egy elektromos fűnyíró, ami egyébként távirányítású is. Fiatalosan, vehemensen. De nagyon ügyes, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon ügyes, igen. És hozzá kell tenni, hogy eddig az összes bója megúszta, a Júlcsival ellentétben, aki gyakorlatilag ledarálta a pályát. Gyönyörű, állj de szép, mit Hamilton? Mit nekünk Hamilton? Hát ki az a férfi, nézd meg! Nagyon ügyes, még egyet kerül, és utána már csak egyenesbe kell állítani a gépet, és visszamenni a rajtvonalra, hogy meglegyen nagyon a győzelem. Jó. Anita, ebből csak jó. Mondom, hogy egy promófotó legyen belőle, gyere mert már, a játékos gyere, ide hozzáölt. Ez a saját, ez Na, hogy állunk időileg? 42 másodperc! Az nem gyenge! Az nem! Ez
42 másodperc. Anita, nagyon ügyi vagy. Nagyon ügyi vagy. Hogy csinálod? Mindig nagyon izgulok. Ja, tényleg, komolyan mondom. Hát, hát igazából az a háttérzaj zavart, amit te generáltál. De... hát így. Nézd rám. Azt hiszem, város... vannak így néhány. Azt hiszem, város kell váltanunk. Valaki hátba ver, valaki zavarok kettő között. Igen. Na, nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes. Elképesztő. Soha nem nyírtál még füvet? Nem. Bozótot se semmi? Sajnál. Pedig erre születtél. A bozót nyírás. Pedig egy született bozót vágó vagy egyébként. És mit tud egy sövénymágó lóval a kezében? Egyszerű, érted? Ezek az izgalmak, csatakos mindenki körül a térkő. Nagyon jó. Hát figyelj, jelentősen léptünk egyet azon irányba, hogy meglegyen a fűnyíró, mert ugye nem ezt nyered majd meg, hanem egy elektromos fűnyírót, ha a legjobb köridőd lesz. De szerintem ezt nincs esély megdönteni. Ez a 42-43 másodperc, ez nagyon jó. Annyira hibátlan ívek voltak, érted, hogy őrület, tényleg. 42 másodperc, a tegnapihoz képest 10-zel jobb, megdönthetetlen. Hidd el, én is kész vagyok. Icukám, zárd le egy mondattal a versenyt, itt hogy értékeled a dolgot, mit láttunk, mit mond a zsűri, mit mond a közjegyző? A második hölgynek itt a jóval szélesebbre raktátok a... Óvás! Meg teljesen egymás mellett. Óvjunk, Ica, óvjunk? Jóval. Ica, értek, nem tűnt föl, senki nem jut hozzá? Jó, de akik szervezték. Azok olyanok. Azok a büdös kölökök, akik ott szervezték. Icukám, kaptok majd valami fájdalomdíjat, és akkor várlak hátul a sátorba, jó? Icuka jó? Az a... Pogácsát megkóstoltad már? Pogácsát, igen, milyen bugyi van rajtad? Ez az mennyi, vedd le a szemüveget, kűklopsz, perzseld le róluk a bugyi. Csak ennyit fogtok hallani. Istenem, nem takard el a szemed, ezt és már nem Ica Ordi már, tedd vissza! De még ne tedd! Nem éreztem ilyet a férjemben 20 évig. Csortos Gyula volt, rám ilyen hatás. Van egy szép ajándékcsomagotok, bögrével minden szépkel azért nektek, Júlcsival megérdemlitek, jó? Mindjárt megkapjátok, te pedig akkor mész a fő díjért, jó? Oké, benne vagyok. Puszilunk benneteket, köszönjük szépen. Gyerekek, menjünk el hírezni, meg komolyan. Úristen, azt a mindent üssetek. 8:30 pontosan jövünk Ákos hírei után. Hello, drága bajaiak! 3-4-8 múlt, pontosan 1 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Baján, egészen itt is leszünk. Egészen 10 óráig, ugye a Tóth Kálmán téren vagyunk, és nagyon-nagyon-nagyon helyesek a bajaiak. Nagyon kedvesek, rengetegen vannak egyébként itt az üvegstúdió előtt. És nem voltunk még, mondjuk el, hogy hát kíváncsian vártuk, hogy mennyien lesznek-e. Kedvelnek-e bennünket, de azt gondolom, hogy nem lehet okunk panaszra. És nem kedvelnek, csak az ajándékokért jöttek, de ez nem baj. Figyelj, komolyan mondom, igen, hogy én ugye mindig itt kint próbálom tartani a frontot. Itt voltak olyan pillanatok, amikor féltem. Tehát annyian voltunk kint, és annyira kedvesen erőszakosak, ugye? A kedves hallgatók közül egyesek. Volt egy kis tipitapi? Alá fogom írni, hidd el életem. Ha esküszöm. Nem rágítok, muszáj lesz aláírnod, mert te vagy lemaradva egyedül. Jó, megcsináljuk azt is, jó? Ugye ő a renitens. Nem kicsit. Igen. Volt egy kis tipitapi továbbra is, igen? Itt, amikor azt érzed, hogy először a hátadat lapogatja, hogy írd le, majd lecsúszik a keze. Komolyan, az én koromban ez már öröm. Köszönöm, Ferikém, tudod a hátadon. Köszönöm, Ferikém. Nézd egy picit alul is. Gyerekek, azt nem mondtátok egyébként, hogy bezárt a Bajai Elmegyógyintézet, mert itt volt az Aurélió. Kiengedték? Ezt nem mondtátok, azt mondtátok, hogy még benn van, de hogy... Itt pacsisztam vele az előbb. Nagyon helyes volt, mondom, épp egy lájt tettem ki a busz megállóba. Mondja nekem, mondom, Aurélió, így kell ezt csinálni. Mondom, ahogy az úri emberek csinálják, legalább vitted volna haza. Én megpróbáltam vele kezet fogni, de folyamatos mozgásban volt ugye az ápolók miatt, akik kergették. Szevasz, Zsolti, tegyen. A szokásos Auréliós baseball sapka rabszolgák, nagyon kedveljük egyébként, nagyon jó art. A celebben is egyébként. Ő volt az egyik legszínesebb egyéniség. Így van. És ő ide költözött, vagy ide száműzték? Ne, ő Bajai azt mondta, hogy Bajai, igen. Ki az, aki büszke Aurélióra? De vigyázz, mert ott van, még hallgat. Fussál, mert két fehér köpenyes már a nyomodban van. És pacsizott a kürtös kalácsossal. Gyerekek, ő itt mindenki Auréliója? Tehát, igen? Bírjátok, szeretitek? Hát én nem annyira. Pedig jó a... Ha,
Igen? Ha, tehát te szereted ezzel, azt akartam. Igen, igen, nagyon. Egyébként jó szívű gyerek. Így csak... van, de a kürtös kalácsos csak azért pacsizott fel, hogy minél hamarabb tovább menjen, ne álljon meg az üzlet előtt. Igen, szeretjük még így is, nagyon nincs helyes. Nincs esze, így is szeretjük. Nagyon helyes. Egyébként tök érdekes, hogyha megnézitek, ilyen távolról is látszik, hogy sok kis piros toll a hátában az altatól övedik. Mert nem tudják megállítani. Három ápoló se tudta leteríteni, igen. Na, nézzük a közlekedési híreket. Holnap lesz a Tóth Gábor, kérdezi Iniesta. Drága Iniesta, holnap nem akartuk salgotani, hanem a lerángatni, úgyhogy holnap nem. Rengeteg játékunk van, rengeteg mindennel készültünk, úgyhogy Gábor egy kicsit pihen, jövő héten lesz újra a hétfőn. Bari Budapest salgó 1:20 nyugis tempóban, amúgy 40 perc alatt is meg lehet csinálni, azt kicsit erősnek érzem a 40 percet. Azt mondja, ez milyen jó zene volt? Egyébként tényleg? Nagyon, ez egy nagyon jó zene. Szám. Ez egy nagyon jó zene. Krav, krak, kramb, krumb, krumb, kramb, krav, nem tudom, de nagyon jó zene. Köhög fel nyugodtan. Az a baj, gyerekek, te nem tudok röhögni, úgy hátba vágott. Egyébként ezt mondani. Hol van itt egy STK, tudok egyet röhögen ezt tenni 10 után, egy borda repedésem legyen. Van egy kis véres hab a szád szélén, azt még töröd mindenképpen. Pedig egyébként, ahogy láttam, most hátulról jöttem, azért is késnem egy picit a megszólalásban, mert össze gerebjéztem a leperzselt bugyikat, hogy egyébként nagyon kedves voltál velük. Nagyon. Annak ellenére, hogy konkrétan testi erőszakot követtek el velem, igen. Na nézzük gyorsan még egy-két közlekedési hírt. Trafi a 4-es úton, Püspökladánynál fehér kisbusz mögül mérik a rendőrök a forgalomban haladókat. István küldte nekünk, Csornán a Sopron felé haladókat mérik fehér Seatból. Ezt Ernő küldte, igen, hát az a híres csornai fehér Seat mindig ott áll. Valamint van egy utolsó Veresegyházon a piac után, Vác felé most állítják a három lábút, ezt pedig Andi küldte nekünk. Örülünk, hogy itt vagytok, ha végeztetek, szeretettel várunk titeket egy kávézóba, egy kávéra, sziasztok, Csilla meg is írta. Ma megengedtem a fiamnak, hogy ne menjen suliba, 17 éves, írta nekünk egy hallgató. Lehet, hogy itt van az illető, és megengedte a fiának, hogy ne menjen suliba, vagy hogy kijöjjön hozzánk, esetleg hallgasson bennünket. Ha igen, csak a fiú nem ide jött, hanem lehorgászni a parkra. Kedves anyuka, a gyermek nem érkezett meg, nincs itt. Ki tudja, mit mondott, de mi még egy előre nem találjuk. Igen, szerintem meg kéne benni tényleg a Sugovica partjára, és megnézni, lehet, hogy egy fél literes sörös dobozokkal már dobálja a kajakosok. Hello, fiúk, olyan szomorú vagyok, hogy nem lehetek most Baján, pedig már évek óta várom, hogy gyertek, ma szívesebben lennék ott, mint Angliában. Jövőre megyek, akárhol is lesztek. Anyum ott van a nevemben. Puszi, Anita! Én beszéltem anyuval, hol vagy anyu? Ja, itt vagy. Te igen. Vagy az anyukája? Igen. Te vagy, hello, Anita, a te lányod. Igen. Mit csinál Angliában? Tanul, és gyerekre vigyáz. Egyszer a kellemeset hasznosat dolgozik, és tanul. Így és van. Mit tanul Angliában? A nyelvet. Ja, hogy jogos. Egyébként az... teljesen észszerű válasz. Igen. És nagyon szomorú voltál, vagy az egyik szemet sírt, a másik nevetett, amikor az ember gyermeke kimegy, nem egy könnyű élethelyzet. Főleg és... sírt. Igen, de mégis menni kell, nem? Nyelvet tanul, pénzt keres. Nem lehet visszatartani a gyerekeket. Nem, menni kell, igen. Szárnyukat bontogatniuk kell. Hát persze, megtanulja a nyelvet, keres pénzt. És hogy áll most a helyzet? A gyerekek tudnak jobban magyarul, vagy ő tud jobban angolul? Gyertek már ide! Nem! Ne egyél bele! Ne kend össze magad! Rohadt kölykök! De mondta, hogy eleinte volt, nehéz. Hogy magyarul beszélt hozzájuk, aztán kapcsolt, hogy ez így nem fog működni. De szeretik, megbecsülik, jó helyen van? Szeretik, igen. Egyébként hányszor jön haza? Hát karácsonykor volt itthon, meg most a múlt héten. Akkor is küldte nektek az SMS-t, hogy szomorú, hogy nem akkor jöttetek, hanem hogy most. Hát én tudom, milyen élethelyzet, a Viki húga szintén kint dolgozik, tehát hogy ez egy nagyon kemény dolog, fél évente egyszer jön haza 4 napra, 5 napra, HR-esként dolgozik egy londoni szállodában, egyébként szeretik, megbecsülik, de nem könnyű élethelyzet. Hát én végignézem az anyósomon, a Viki anyukáján, ahogy azért nyilván büszke rá, de megszenvedi, hogy az egyik lánya nincs otthon, viszont megbecsülik, szeretik, jó helyen van, jól keres, hát egyszerűen menni kell. Küldöd is utána, hogy anyuka, menj. Anyuka, ne legyen szomorú az a gyerek odakint. Megvettem a jegyet, anyuka. Egy kicsit tessék Zsófit meglátogatni. Anyósom egy tündér egyébként. Úgyhogy. Most egyébként szomorúnak tűnik ez, hogy így most karácsonykor van itthon, meg ilyen jelesebb ünnepnapokkor, de ez később majd meg fog változni. Nálunk például az van, hogy 14 év után már a feleségem örülne, ha csak karácsonykor lennék otthon. De ott sem 3 napot azért. Ha igen, csak átadom az ajándékokat, vagy a kapuba átveszi tőlem aztán. Ez meg a beengedés, és 25-én tipli van, igen. Na játszunk Óven bácsival és Beru nénivel, játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni
a Párafarm csalogányai. Hello Gábor, jó reggel, ciao. Szia. Hello, sziasztok. Hello. Gábor, te egyszer valamit nyilván látom, igen, mit gyurmázol, sportolsz, valamit mit csinálsz? Te értesz hozzá, igen. Igen. Nehéz ott megállapítani, 52-es a bicepszet, nagyon értek hozzá, igen. Picit úgy indultál el a Balázs felé, hogy most nagyon megvered, de még várjál, még nyerhetsz. A másik bordára. Nem, Ica már nagyon ellátta a bajomat. Gábor, mivel foglalkozol? Gyúrok. Személyedző vagyok. Majdnem. Pékségben dolgozok, Nagy Baracskán. Pékségben dolgozom. Nagy Baracskán. Hosszú eltált? Ma szabít vettem ki direkt ezért. Nagy Baracskán vagy egyébként? Kivettél egy nap szabít, ezért kicsit közelebb a mikrofon nyugodtan. Igen. És elengedte könnyen? Persze. De jó, jó fej a főnököd. A legjobb. A BV intézményben vagy? Hogy mondod? Nagy Baracskán van, nem? A büntetés végrehajtási intézet, ez börtön, nem az a börtön. Nem, az a Baracska. A sima Baracska. Az Baracska. Ja, hogy mondod, kis kicső. Ilyen kis hülyéket teszünk reggelire, mint te vagy, gyere a papához, igen. Na Gábor, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berú néni. Jó, először ezt fogod hallani, füles van rajtad, figyelj. Dugóban állnak. Uh-huh. Várjál, ez vett kizsű lesz az effektet, mert Jani elkezdett visszaintegetni a dudákra. nem tudom kommunikálni Zsüllel, nem tudok neked segíteni, ez most sorozat lesz, vagy filmzene, vagy egy mesefőcím, de mindjárt meghallgatjuk, jön egy rövid részlet, jó? Oké. Okay. Figyelj, hallgass meg! De könnyű. Talán surda. Egy jó kis surda. Így van. Surda. Boriboje Surdilovics. Utáltam mindig is. Miért? Nem mondd már. Annyira vicces volt a kávéval. Igen, innom kell egy kávét. Leesett a vérnyomásom. Sose szerettem. Gábor, van egy ajánlítcsomag. Nagyon gyors volt. Flott volt. És könnyen ment. Nézted, vagy csak emlékeztél rá, hogy az zene? Emlékeztem rá. Emlékeztél rá. Gábor, fogad szeretettel, van benne bögre, baseball sapka és egyéb apróságok, jó? Köszönöm. Köszi a játékot, és köszi, hogy eljöttél hozzánk. Okay. Ciao. Hello. Köszönjük szépen. Hello. Gyerekek, ez könnyen ment. Ez egy gyors játék volt. Hát ez akkor a klasszikus. Egyébként igen. Na jó, van, mi a helyzet kint, Feri? Kik állnak körülötted? Minden a legnagyobb rendben, figyelj, bármilyen megdöbbentő emberek, bajaiak ráadásul, körülbelül így vagyunk, szerintem egyre többen vagyunk, itt egy hölgyet szeretnék megkeresni, nem tudom, hogy megtalálom, mert itt az előbb búcsúzkodott valaki a barátjától, és gyakorlatilag az volt, de már akkor ezek szerint ő is elment, a következő jelentet láttad, itt te voltál az, ja életke, következőt láttad, a tömegben senkitől nem zavartatva, tehát mindenki autogramot akar gyűjteni, ezek ketten egymás manduláját vizsgálva nyelvel, egészségetekre. Hova távozott az a fiú, és med? Elment más suliba. Szegény, és délutánig nem látom. Azt hittem, azt mondod, elment a Baracskai börtönbe. Vissza kellett menni. Elment sörén. Óriás szerelem van, hogy eddig búcsúztatok? Mert egy nettó 10 perc volt, amíg smároltatok itt a stúdió előtt. Nem is igaz, csak egy csók volt. Ilyen, nálatok ilyen egy csók. Igen. Mióta vagytok együtt? Hát most már majdnem 9 hónapja. Majdnem másfél órája. Istenem, annyira fáj. És most mit hagyod? És te mivel foglalkozol? Tanulsz még, hogy mit csinálsz? Én tanulok, igen. Mit tanulsz? Hát gimnáziumban. Gimnáziumban. Nem sietsz a gimibe, 8-5-tel. Hányadikos vagy? 9-es. Azaz? Hát 16-es. Azaz 9-es. Segíts a bácsinak, az végigyelem, az én időmben nem volt jó, hogy 9-es. Azt jelenti, hogy elsős, ugye? Elsős, igen, elsős. Gyerekek, én elsőben majdnem csókolóztam, én nem mertem ránézni egy lányra, annyira gátlásos voltam. Tehát, én csak az előszoba tükörre. Próba jeleggel. Hát hová tart ez a világ? Mi voltál? 14 voltál elsőben, nem? Ugye, ha nem buktál az általánosban. Hát 14-ben én annyira szűz voltam, mint te hátulról, Jani. Azt te onnan tudod. De nem komolyan mondom. Hát én 16-17 körül vesztettem el valahogy egy stoppolásnál egy kalyosok. Hát igen. Én is emlő soha nem felejtem a pillanatot. 18 volt, amikor Lajos bácsi nekilökött a svéd szekrénynek a Torra szertárban. Én csak stoppolni akartam Siófokra, és egy szörnyű dolgot csörtetek. Lajos bácsi, négy akartam bemutatni. De hogy nem így van, hogy a mai fiatalok már egyszerűen korábban érnek. Olyan ezen nincs baj, érnek. Hát ez a világ rendje, de hogy 14 évesen nem csókolóztam, hát nem mertem ránézni csajokra. Ők se nagyon néztek rám, de hogy azért ez így nem nagyon. Most meg már ugye takarnod kell azt a perzselő pillantást. Nem. Feri, te mikor? Te egy 14 évesen, te se nem? Hát 14 évesen bőven nem. Falun.
Jó, de rád a kecske mosolygott vissza. Az mindegy. Nem azt kérdezted, hogy kivel, hanem hogy mikor. Feri már 12 évesen egy főt marhanyelvvel gyakorolt otthon. Nem hülyék voltunk, azt megettük. Nem akarunk szaftos részleteket, de... Nem, csak finoman, de. Igen. Csak finoman. Eljutottatok odáig? Még nem. Nagyon helyes. Ez nagyon helyes. Nagyon szép. Így van. Védjük meg a fiatalok erkölcsét. Igen. Ne is jussatok el. Pontosan ma estére tervezik. De mit jelent az odáig, hogy hármasban még nem? Na jó, ne, álljunk meg. Milyen? Szörnyű, ne hallgassák. Felejtsd el mindent, amit itt hallottál. Maradj ártatlan, gyermekem. Kettő perc. Atya, úristen. Kettő perc. Gyerekek, hát kicsi még. Hát ne bíztassátok. Kettő perc, pontosan 8 óra. Várunk friss közlekedési híreket. Jó, ha valaki lát, hall, tapasztal valamit, küldje el nekünk. Mi pedig jövünk. Ákos híre után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a zár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van vagy csak pirítod a hasad, valami felrász magához húz, perc már kor előtt vagy egy hiány húz, tudod hol a helyed, ha rabban két szó. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! Itt a Klassz FM-en. Király a Morning Show! 8 óra múlva, pontosan 14 perccel. Még mindig a varroda? Igen. Hát ti már ilyen napi kórus vagytok nekünk. De már csak ketten vagyunk. Már csak ketten. Igen, aha. Két Zsuzsi tartja frontot. Hát ha így folytatjátok, hétvégén is meló lesz. Ezt behozni. Igen, a két Zsuzsi tartja a frontot, a többiek igen. Már visszaszivárogtak dolgozni. De most már egy saját ilyen varrodai kórusunk van. Hát most már akkor maradjatok még 9 után, és akkor énekeljetek. Szép számot nekik. Tessék? A Kölcsei utcai varroda. Majd a Csabi. Csabinát tudtok. Szépen küldte. Csabinát tudtok. A Kölcsei utcai varroda, ezt mondtad? Igen. Igen? Jó, küldünk nekik. Csabi majd küld nekik egy jó kis dalt. Mi újság, drága bajok? Mindenki jól van? Mindenki egyben van? Kapjuk nagyon... Teljesen jó. Minden rendben? Kérsz egy rétest? Nem. Jó. Ő hozta és ismeri, aztán nem köz. Én adtam nektek, srácok, én abban inkább nem eszem bele. Igen. Kér valaki egy rétest? Egy, adj már egy rétest. Dobjam át az üvegen? Ja, aha, de hülye vagyok. Ne, éges ki a szemed belőle. Igen, kiperzselem az üveget. Figyeljetek, egy rétesház küldött nekünk rétest. Nagyon, nagyon drágák vagytok, tényleg. Tehát minden földi az jót egyik kapunk. Az egyik hallgató megvette a rétesházba, csak mondom. Ja, mert nekem csak az jött, hogy a rétesházban hozták. Mondom, azt hittem, hogy elküldték. Akkor a rétesházban nem drágák, a hallgató drága, aki elhozta nekünk. Jól mondom? Így van, bár számomra követhetetlen volt már ez az okfejtés. Egyébként rengeteg ajándékot kapunk a hallgatók, nagyon szépen köszönjük, és csak mondom Ferinek, hogyha esetleg gondolkodnak a harmadik kis trónörökösben, és mondjuk fiú lesz, akkor egy ideig hordhatja majd ezeket a nagyon szép kis hentes lánckesztyűt. Igen, nekem is, ezért tettem nagyon el a kis, nagyon kis cukik egyébként, tehát hogyha a kis Krambó mondjuk ki szeretne csontozni egy fél marhát majd otthon, akkor ez a kis kezecskére pont figyelj, jó lesz. Nem szarozunk egy fél marhával nálunk otthon, egész az. Hát, ha már viszel az a valami. Fél marhát, a Soma egyedül megeszik egy fél marhát. Annyit visz magával az Oviba, az Uzsonnára. Nem elég, igen, két rutéi szalámért. Neki ül a gyerek reggelizni, hát valamit enni kell. Fél kiló kenyér és 10 francia krémes. Egy ízőgyötös téli zalmára szokta piszkálni csak a kis tejfogai. Fekete Laci könyörög a receptért. Megiszik 4 liter tejet és 2 liter kólát, érted? És azt mondja, hogy utána harapjunk valamit, anya. Nem? Kólát nem iszik, nem. Nagyon helyes, nagyon helyes. Na. Na, gyerekek, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Az M6-os autópályán a 38-as kilométernél egy kutya üget a forgalommal szemben. Figyeljen mindenki. Aztán az M6-os 50-es kilométernél kutya leállósában ez ugyanaz. Csaba is elküldte. M1-es autópálya Csornai lehajtónál egy alacsony ember sétálgat a pályán. Valamit keres, vigyázzatok, futár Miki küldte nekünk. Hogy össze ne kevert, hogyha egy magas sétál, akkor arra nem kell vigyázni. Igen, hogy alacsony, aki keres valamit, figyeljünk. Bemondanátok, hogy mennyi pénz gyűlt össze tegnap? Kérdezi ezt Marcsi és Kopi is, mennyi pénz sikerült gyűjteni a defibrillátorra. Mondjuk a pontos összeget, azt hiszem, hogy 7.700.000 forint gyűlt össze néhány óra alatt, ami azért 250 forintosával egyébként egy nagyon-nagyon nagy összeg, tehát sokan kell, hogy elküldjék. 7.700.000 forint jött össze, úgyhogy a gyermekmentő alapítvány meg tudja venni azt az életmentő defibrillátort, amit ti is adtatok, a többi rádió, műsor, reggeli hallgatói is küldték,
ugye ez egy nagy összefogás volt, ez egy nagyon szép eredmény. 250 forintossával azért el kellett küldeni jó sokat, hogy ez meglegyen. Bizony, az a 30 ezer SMS-es hívás érkezett körülbelül, és akkor megvan, ugye 6 millióba kerül a szerkezet. Így ez van. Egy ilyen, tehát egy megvan. Egy megvan, ez egy nem csak az újraélesztést tudja, hanem valami ilyen figyelő szerkezet, tehát egyel bonyolultabb, mint egy sima defibrillátor, de megvan a gyermekmentő szolgálatnak. Igen, és rengeteg mindent tud egyébként a dolog, és hát ugye van egy darab gyermekmentő, ami baromi jól funkcionális, nagyon jól felszerelt, és ezt a kocsit tudják majd felszerelni ezzel a defibrillátorral. Egészen pontosan ez egy defibrillátorral kombinált betegőrző monitor, amit ugye a Szent Márton gyermekmentő szolgálatnak dobtak össze a kedves hallgatók. Igen, úgyhogy drágák vagytok, köszönjük szépen, ha valaki más rádió reggeli műsorát hallgat és úgy küldte el, az is jó, azt is köszönjük tényleg mindenkinek, aki áldozott erre 250 forintot. Igazából nagyon sokszor lehetne ilyet csinálni, és nem félnék attól, hogy ez elcsépelté válik. Most gondold el, hogyha 8-10 ilyen dolgot összeszedsz, vagy mondjuk 8 gyermek életét megmented. Hát mi hány olyan e-mailt kapunk szinte naponta, nem, hogy az én gyermekem beteg, külföldön tudják csak kezelni, kellene 2-3 millió forint. Mondjuk azt nézzük, akkor mondjuk megcsinál az ember egy évben, mint egy rádióműsor, mondjuk 10-et, mindenki csak egyszer küld el 250 forintot, de elmondhatod magadról, ha küldtél 2-3-szor 250 forintot, hogy 2-3 életet konkrétan megmentettél. Na most mutasd még egy lehetőséget, egy orgánumot, bármit, ahol 250 forinttal te megmenthetsz valakit, nem? Tehát sok embernek kell keveset. Ez a legjobb mindig, hogy nem egy embertől várjuk el, megcsináljuk egy évben 3-szor, és 250 forinttal mondjuk 3 kisgyermek lehetőséget kap, hogy külföldön kezelj. És akkor ez neked 750 forintba került egy évben, tehát így azt van. Nem gondolom, hogy bárki ne bírná ki. 750 forintba kerül, így van. Az egyetlen baj ezzel az, hogy nagyon nehéz ezeket az SMS számokat létrehozni. Tehát valami olyan komoly jogszabály van, már csak lehetne nekünk egy saját SMS számunk, és azt mondanak, hogy rendben van, akkor egy évben mondjuk csinálunk 4-et. Nem? 4 gyermeket mondjuk elutazhatunk külföldre, meg tudják menteni, kap lehetőséget a gyógyulásra, és valaki tényleg azt mondja, hogy 1000 forintból 4 életet mentett meg. Hát azért erre ritkán van lehetőség, úgyhogy ezen dolgozni fogunk. Bár azt hiszem, hogy 2-3 naponta egyébként az összes reggel, 2-3 havonta az összes reggeli műsor csinál ilyet. De hát nyilván ez kötelességünk is. Na, azt mondja, hogy Balázs, küldjetek egy számot a bajai navosoknak. 8! Nagyon igen. Szeretjük 8. a bajai navosokat, csókoltatjuk őket, igen, és a 8-as számot tudjuk elküldeni. Így van, illetve Balázs adószámát, a pedig a cég nevét. Pedig így. A pontosítás kedvéért, hát a lassan áramolnak az információk. Gyerekek, 2 héttel az adóbevallás lejárásának időpontja hallod. Előtt az én könyvelőm már fényesre nyalt borítékkal küldje el az adóhivatalnak. Azt mondod, hogy fényesre nyalt seg. Küldi el az adóhivatalnak, hogy minden rendben legyen. Erre mi nagyon-nagyon figyelünk. De drága bajai navosok, küldünk nektek akkor tényleg majd valamit Csabin keresztül. Jó? Igen. Mert hogy ő az, aki. Figyeljetek, egyébként én kevés dologtól tartok, meg kevés dolog idegesít jobban, de az, de amikor például, igen, jön egy ajánlott érti vevényes, és ugye nem vagyunk otthon, akkor kapunk egy értesítőt. És mivel a posta bezárt, csak másnap tudunk érte menni. Én aznap nem alszom, aznap éjjel. Végig foglalkoztat, hogy vajon mi a jó Istent küldhettek. Vajon mi az Isten? Igen, mert ugye az értesítőn rajta van, igen. Hogy kitől jött. Bizony, rajta van, hogy kitől jött, és akkor bemész a postára, sorbálsz, és várod, és izzadsz, és szakadról visz, és kattogasz, hogy vajon mit akarnak, vajon miért küldtek nekem egy ajánlott érti vevényest. Mit akarnak tőled? Igen, és azt mondják, hogy majd fáradj be az irodában, uh-huh. Legyen szíves, és ott összetoljod. És aztán kiderül, hogy adategyeztetés, tudod, és 3 éve ment rá az életedből. Na, amiről most beszélünk, abban szerintem mindenki érintett, mert hogy a legtöbb bajainak, akik itt állnak az üvegstúdió előtt, egyébként rengetegen vagyunk, vagy akik hallgatnak bennünket, ugye mindenkinek van főnöke. Az ember vagy szereti, vagy utálja, vagy nagyon utálja, vagy rohadtul utálja, vagy gyűlöli, vagy kiszúrná a szemét, vagy elégetné, vagy éppen az is lehet, hogy tényleg kedveli. De ez a ritkább. Így van, esetleg faszinem megsütné, de úgy folyamatosan forgatja. Azt hittem más mondasz hirtelen. Egy kínai milliárdos vállalkozó mind a 6400 alkalmazottját lepte meg egy Párizs, Nizza, Monaco nyaralással. Kínából. Melyik ez a munkahely? Hol dolgoznak, mit csinálnak, igen. Mosogatnék ott. Az igazgató miattuk bezáratta a Louvre-t, úgy, hogy tudjon mindenki nyugodtan körülnézni a világ leghíresebb múzeumában, és közben ne zavarja őket a többi turista, hogy hol tartanak egyébként. És ez ugye nagyon fontos, hogy nem csak pénzfüggő, hanem mentalitás kérdése is, hogy nem attól jó főnök valaki, hogy milliárdokért utaztat, hanem ilyen a mentalitás, és figyel az alkalmazottakra. A fennállásának 20. évfordulóját akarta megünnepelni ez a főnök, és ez volt az a nem mindennapi tett, amit ő kitalált. Elég sok pénzbe került, az alkalmazottakat összesen 84 repülőgép szállította felfoghatatlanul. Ne mondd már! Nagyon durva ez a cikk. 84 repülőgép vitte el Párizsba,
A franciaországi belföldi utazáshoz pedig 147 busz bérelt az alkalmazottaknak, hogy menjenek el egy kicsit ez Párizsba kirándulni. Hol aludtál 6000 embert altatni is? Ez 140 fogja? Hotelben foglaltak szobát. Azért ott, mikor Aranka a könyvelésről megkapja, Aranka, elindulunk Párizsba, intézzel, tudod? Igen. Foglald le 6400 jegyet, foglald le a szállodákat, szervezd meg a buszt, azért ott 3-4-en felvontak és belebertebb betegetek ebben a kis osztálykirándulásban. A könyvelő akkor fog egyébként agyfrászt kapni, amikor majd megtudja, hogy a főnök csak annyit kért az alkalmazottakról, vagy tól, hogy mindenről kérjenek áfaszámlát. Egyesével. Sajnos nem tudjuk jóvá írni. Jó, hogy vagy 8000 gombhoz. És a hotel recepciós, amikor megkapja a telefon, hogy jó napot kívánok, X-viszont, hogy Kínából, hogy menni, van-e szabad szobájuk? Hát persze van, mennyi? 6000 főre. Elképesztő. Profikat kértek egyébként ennyi ember utaztatására. Hát gondold el, az ellátás, az elszállásolás, az utaztatás, a logisztika. Tehát amikor a 100. buszba ülsz, és az első busz készül becsekolni a rúgba, azért akkor még van egy kis helyed, meg egy kis időd. Nem, hogy még menjen, van 4000-re, még bemennek előtted, és utána beférsz te is. Profikat bíztak meg, és egyébként 4 napos móka volt. Összesen 4 napot töltöttek el ebben a kis túrában, aztán elmentek a Lafayette nevű luxusáruházba, ott egyébként mindenki a főnök számlájára kicsit válogathatott, a Moulin Rouge-ban megnéztek egy nagy showt, elmentek Cannes-ba, Monaco-ba, ahol szintén luxus szállodában laktak. Én ezt mit csinál a cég? Hát nem tudom, én nem tudom, én arra gondolok most ebben a pillanatban, én eddig szerettem a Klassz FM-nél dolgozni. picit más mérce. A nem mindennapi hosszú hétvége összesen mindenki mondhat egy összeget. Tessék, Zsuzsikák a varrodában. Mennyibe kerül forintra átváltva? 6000 ember repülőjegy, szállás, 4 nap. Mondj egy összeget. Tőlem kérdezőknek nincs agya. Figyelj, Zsuzsi, mi tartsunk össze. Van egy közös bennünk az, hogy nincs agya. Mondj egy összeget. Mennyi? Több millió forint, arra gondolsz? Több milliárd. 19 milliárd. 19 milliárd forintot mondasz? 19 milliárd forint. Kinek van még típje? 4,5 milliárd. Aha. Mekkora összegekkel dobálozunk? Át lehet konvertálni, nekem euróban van meg. 33 millió euróba került ez a kis pácska. Hát túra. Egy laza fejszámolás, Ferenc. 300-al szorozunk meg, csak ugye egyszerűség kedvéért. A 9-es jó az elején. Jó, igen. Ha 1 millió euró, 300 millió forint, akkor 33 millió euró. Mindjárt jövök, hátul van egy kis dolga. Egy számítógép. 33 millió, 300... Gyerekek, az 900 millió forint. Tehát 1 milliárd. Várjál. Nem lehet. Aha. 33 millió euró nem lehet 1 milliárd forint. Hát hogy? 30 millió... Nem lehet. Hát 3 millió euró az 1 milliárd. Ha 1 millió euró, 300 millió forint, akkor 3 millió euró, 1 milliárd. Most akkor az összes érettségizett bajai elment a térre. 1 milliárd, kiszámoltam! Nem mondtam. Aha. Mi van, mennyi, hány euró? Sok. Nem, akkor most számoljuk át tájföldi patban felé. 33 millió euró. Üsd be, hogy 33 gyerekek. Millió, már itt lefagyasztott a telefonon. Itt baján mindenki megbukott matekból, mert mi hülyék vagyunk, azt még tudtuk, de hogy itt mindenki. Mennyi? 10 milliárd. Ott a helyes megfejtés. Meg. Aha. Mivel? 300-zal. Most kicsit gyengébb a forint. Mondtam, hogy a 9 a milliárd... Ott is mondta az úriember, 9 milliárd. Hát ő mondta először, ezt mondtuk, hogy 9 milliárd forint. Erre lehülyéztél mindenki. Nem. Csak te azt mondtad, hogy 1 milliárd. Mondom, az nem lesz jó az 1 milliárd. 19-et mondott. Üssük meg. Elvintem, üssük meg. Best of. Tehát elköltött a Pali mennyit forintban? 9 milliárdot. 9 milliárd forintot költött el erre. Hát azért azt emészgessük ezt az összeget. Mit csinál a cég? Ez nagyon kíváncsi vagyok, hogy miből lehet ennyit keresni. Biotechnika, internetes vállalkozás és valami génsebészet. Tehát egy elég szerteágazó. Akkor ez nem a mi terepünk, ugye? Igen. Na, nézzük meg, hogy itt kinek milyen a főnöke, ki mennyire szereti, mit mond róla. Jó? Férjem főnöke vagyok. Ha, komolyan? Ütöd, vágod, mi? Nem kell nevet. Napja. Nem kell nevet mondani, nem kell mondani, hogy hol dolgoztok, csak lehet egy kicsit módszerolni a főnöket. Kinek van rossz főnöke? Nézzük meg először ezt. Ki az, aki bemeri mondani, hogy gyűlöli a főnökét? Jövök életem. A csajok ott nagyon röhögnek. Milyen a főnök? Hello? Nagyon jó. Ne hazudj, mert átszakad az ég. Elengedett minket úgy, hogy nem kellett kivennünk szabadságot. Vidd benneteket ilyen kis csapatépítő tréningre, berúgásra hétvégén. Ezt hajnali 3-ig a munkahelyen szoktuk csinálni néha-néha. Ó, de jó. Ti vagytok a navosok, ott dolgoztok, nem? Pénzügyi vonal. Lesöpörve, mi az, hadd szóljon. Na, ki az, aki nem kedveli a főnökét? Figyelj, senki nem mer jelentkezni. Mindenki szereti a főnökét, és mindenkinek jó főnöke van? Igen?
Tényleg? Hát én itt biztos akarok élni, Baján. Én a saját magam főnöke vagyok. Megint egy maga főnöke. Egyéni vállalkozóként hasítasz? Igen? Igen. Hát ez jó dolog, ha az ember a saját maga főnöke, nem? Legjobb. Néha levonsz magadtól, ha valamit rosszul soha csinálsz? Semmit. Melyik kezed volt és rácsap? Igen. Na kérdezzünk meg még valakit, hát találtunk. Ki az, aki nagyon szereti a főnökét? Aki azt mondja, hogy neki van a legjobb főnöke, imádja, és most nagyon-nagyon-nagyon be akar. És neki. Most mindenki fölnyújtja a kezét. Igen. Na milyen a főnököd, de tényleg? Jó, szeretem. Aha. Te ezt érted? Tehát, hogy tényleg semmi nincs olyan, amit gyűlölsz benne? Nem, nincs. Kit visz a főnöke ilyen csapatépítőre, hétvégézni? Ki szeretget meg a főnöke juttatásokkal? Meg szokott szeretgetni a főnököd? Meg, mert az édesapám. Ja, tényleg? Családi vállalkozásban dolgozol? Igen. Mit csináltok? Van egy autós iskolánk, és kültéri bútorokat forgalmazunk mellette. És apád... Széles paletta. Igen, egyébként ilyen autós iskola és kültéri bútorok, igen. És apád ül az anyósülésen, és ő viszi a mazsolákat? Én vezetek, és ő dirigál. Fura autós iskola. Mindig a papá ül a hátsó ülésen, vagy mi? Ha nem tanítja a vezetésoktatást. És te tanítod? Nem, én sem. Ja, csak beülsz. Na várjál, nekem most nem áll össze. Igen, hogy kivel ül. Most akkor ki oktatja az autóvezetést? Na, kit viszel a főnöke hétvégére? Csak igen? Megnézzük, hogy meg ott jelentkezik valaki. Igen? Hátul. Igen? Hogy a kínai milliárdosokhoz képest itt Baján mi a helyzet? Egy gyors kis közvéleménykutatás. Nem hello. Hétvége, de volt már, hogy ilyen 4 napos wellness hétvégére elmentünk. De nem minden hétvégén, de volt. Csak mindenki fizette a sajátját, nem? Mindent ők fizettek. Tényleg? Milyen cég ez? Ez egy kis kocsma. Hát de jó, gyerekek! Egész ez a jó! Az egész kocsma elmegy csapatépítésre egy wellness hétvégére. Nagyon nem jó. Nem vagyunk sokan. De ez, és a főnök azt mondta, gyerekek, kocsma bezár, irány a wellness hétvége? Hát, megoldott, hogy el tudjunk menni. Uh-huh. Igen. Vagy legalábbis ezt mondta másnap. Hol voltunk tegnap? 4 napot voltunk wellness-elni, én fizettem mindent. Nem mondd már, soha nem fizettem, de honnan. De ez jó, és miért volt wellness hétvége? Tehát, hogy azt mondta, hogy ez volt az ajándék. Nagyon jó. Aha, ez jó egyébként, ez szimpatikus. Igen. De reméljük, a mi főnökeink is hallják ezt a kis 33 millió eurót. Nem, ők olyan tekernek. Valahova azért mi is nagyon-nagyon szívesen elmennénk egyébként. Na, őszintén, milyen a főnököd? Hát egy geci, mert... De jó élet! Tényleg? Szóval ezt kívánja. Egy picit kellemetlen arc, de hát ellenézéseket kell benned. Még egy kérdést itt ne tegyünk fel, szerintem. Ja, Istenem, én azért még visszamennék egy második kérdésre. Hát egy csúnya pofa. Az igazat ellenőrök vagyunk, és ez kell. Igen. Ja, ellenőr, aha. Mit ellenőrzünk? De hogyan, havos? Nem. Mit ellenőriztek? Hát buszon ellenőrizzük az utasokat. Busz. Na hát, és ez csak így megy. És ez csak így megy, hogy ti is azok vagytok a főnökötök is azért. Én azt gondolom, hogy én egy őszinte ember vagyok, de én még így nem formáltam véleményt ilyen direkt formában a főnökeimről. Nagyon szeretem. Ugye, egy ronda szó mindig hatásos, ugye hülyesége röhög az ember, ronda szavakon röhögünk, de azért ezt szórakoztató. Jó, valljuk be őszintén egy picit, azért mindig rettegünk tőle, hogy milyen válasz jön a kérdése. Igen. Bögrét ajándékcsomagot az úriembernek. Azonnal. Igen, na jól van, köszönjük szépen. De gyorsan le is zárjuk. De azt gondolom, hogy itt nem fér bele több kérdés most a kollégától. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, nézzük meg tényleg, hogy mit csinálnak most azok a főnökök, akik jó főnökök. Jó, most azt csináljuk, hogy panaszkodunk egyet, hogy most jaj, az én főnököm ilyen vagy olyan. Keressük meg, hogy van-e valami hasonló, vagy valaki hasonló, aki kicsit is hasonlít ehhez a kínai milliárdoshoz, aki nagyvonalú, gáláns, és nem hiszem, hogy egyébként nem lehet azt mondani, hogy könnyű ennyi pénzből, ha a vállalat milliárdos. Láttunk már olyan céget, ahol milliárdokat keresnek, és egyáltalán nem gondolnak erre, és láttunk olyat, ahol 4-en dolgoznak, kevés pénzből gazdálkodnak, de a főnök nagyvonalú, megteszi, mert egyszerűen fontos neki az alkalmazott, nem? Tehát, hogy ez nem feltétlen csak pénzkérdése. Szerintem ez mentalitás, hozzáállásbeli kérdés is. Így van, de nem lesz egyszerű egyébként zárkozni, hiszen az úriember kidobta az előbb az ászt az asztalra. Így van. SMS számunk változatlan 06-70-645-00-00. Jövünk az SMS-ekkel. Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánom. Mi a Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Továbbra is zajlik a nagy országjáró kitelepülésünk itt Baján jelen pillanatban, és hát itt is leszünk 10 óráig. Mondjuk egyébként, hogy sajnos holnap tovább megyünk, mármint, hogy ugye ma indulunk, és igen, és holnap érünk oda. Salgótarján a holnapi állomásunk, az utolsó vidéki helyszínünk, Salgótarjánban a főtéren leszünk majd. Reméljük, hogy az időjárás még egy kicsit kitart, ha hasonló lesz, mint ma, akkor az nagyon klassz.
és aztán Budapesten vagyunk május 15-én az Árkád üzletház előtt. Ha nagyon rossz idő van, akkor lehet, hogy van egy kis helyszínváltozás, ezt holnap mondjuk. Akkor bent leszünk, ha nem, elég tudaridőt mondanak egyébként, meg van minden esély, hogy bent legyünk. Ha nem, és isteni szerencsénk van, akkor a Fehér úti bejáratnál leszünk pénteken. Budapesten régen voltunk egyébként, úgyhogy örülünk, hogy tudunk menni. És nagyon őszinték leszünk veletek, bajaiak, ugye volt, van két olyan helyszínünk, ahol mi még sose jártunk már így Klassz FM Morning Show. Az egyik ugye ti vagytok, a másik Salgótarja, hát azt kell mondanom, hogy baja, nézd meg, hogy mennyi ember, nagyon jó szerepeltetek. Úgyhogy ha most kint lennék, akkor most azt kiabáltatnám veletek, hogy szuper vagy baja, de nem vagyok, úgyhogy nem kiabáltam. Egy kicsit pihent, sokat voltál kint, úgyhogy... Pihenjél egy kicsit, hol a Jani, adjátok vissza, erre voltátok, kocsiba tettétek, kipeckeltétek a száját, és már csomagtartó van. Ó, nézd, milyen cuki, hogy aláír éppen. Ja nem, csak kuponokat vettem valakitől. Aha. Na jól van, hát igen, egyébként tényleg nagyon-nagyon izgultunk, hogy mi vár itt bennünket Baján, mert hát sok kitelepülésen voltunk, de az ember ismeretlen helyszíre megy, akkor azért mindig filózik azon, hogy lesznek, nem lesznek, sokan lesznek, szeretnek bennünket, nem szeretnek bennünket, három ember áldogál majd az üvegstúdió előtt, vagy éppen, nem tudom, 100. És hát baja, nagyon kellemes meglepetés. Mm-hmm. Mi sok jót mondtunk a városról, még kora reggel. Nem azért, hogy könyörögjünk, hogy gyertek, nagyon szép, hát, hogy gyertek. Nem, egyszerűen tényleg lenyűgöző az a hely, amit láttunk, vagy azon helyek, amiket láttunk Bajából, az nagyon szép. És hát sokan vagyunk itt az üvegstúdió előtt. Egy kis családi kis piknik, nem? Egy ilyen kis majárés. Tényleg egy hotdogárus és egy lufi árus, valamint egy vattacukor, azért még legyen, de jövőre. És meg vagyunk tulajdonképpen. Szép nagy családunk lenne egyébként, több száz fős. És én beszélgettem a bajaiakkal, pont azt kérdezték tőlem, hogy tudnék-e Baján élni. És akkor mondtam, hogy persze minden tovább nélkül, és kérdezték, hogy nem hiányozné a mászás. Hát egyrészt én láttam itt azért elég sok mászniavalót, de ha már csak a sziklákra gondolunk, akkor komolyan mondom, hogy nem hiányozna, mert itt viszont lehet kajakozni, itt viszont lehet jókat kajálni. Gyönyörű egyébként a Sugovicának a partja, és a város is nagyon szép rendezett, az emberek nagyon kedvesek. Marha jó hely. Komolyan mondom, nagyon jól érezzük magunkat. Igen, abszolút. Na nézzük, mit írnak a hallgatók. Ugye kerestük jó főnököket, mert ugye egy kínai milliárdos vállalkozóról beszélgettünk a hírek előtt. És ez az ember fantasztikus tettet hajtott végre, 6400 alkalmazottját lepte meg, és vitte el egy Párizs, Nizza, Monaco nyaralásra. Döbbenetes egyébként. Bezáratta miattuk a Louvre-t, és mindenki nyugodtan megnézhette a világ leghíresebb múzeumát. Elköltött erre egyébként 33 millió eurót, 147 buszt bérelt, 84 repülőt, és felfoghatatlan egyébként tényleg, tehát így emberi aggyal ez felfoghatatlan, és 33 millió eurójába került. Ezt gondold el, mennyi pénzed van, ha 33 millió eurót költesz el egyébként egy nyaralásra. Ha az úgy nem hiányzik, azt megtehet, és egyébként 4 nap alatt ezt így eltapsoltatod. Nem? Vagy az volt, hogy a könyvelő szólt, hogy főnök valahogy el kéne tüntetni egy 30 milliót. Igen. Mi legyen, vegyünk számlát, nem elviszük a srácokat kirándulni. Annyira szép gesztus, és egyébként, ahogy nem tudom, ti megkaptátok-e már az SMS, de tőlünk is egyébként érkezett egy felajánlás a főnökeink részéről, hogy ahogy hazamegyünk egyébként, hétfőn elmehetünk egy stadion látogatásra, kívülről megnézhetjük a Fradi stadiont, illetve egy kirándulásra is elmehetünk közösen az Orci kertben, ami csak 1 metró megállóra van. Mindenkinek egyről természetesen gondoskodnia kell. Nézzük, mit írnak a hallgatóink. Az én főnököm a legjobb. Európa szerte utaztat egész hónapban, és emellett még pénzt is ad hó végén, furgonozzotja. Küldte nekünk, igen. A főnököm olyan rendes, hogy agyonverném, legyen áldott az a rohadt szemét. Bali voltam. Próbaidős üzletkötő vagyok egy nagykernél, amikor felvettek, a főnököm látta az önéletrajzomban, hogy van egy 1 éves kisfiam, ezért 5 személyes autót adott, hogy használhassam a családdal együtt. Ezúttal is köszönöm neki, ez Gábor küldte nekünk. Mi most nem fröcsögni akarunk, arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan főnökökről, akik megérdemlik, hogy szeressük őket, akik jót tesznek az alkalmazottakkal és szeretik a főnököt. Hát főnököt moszerolni egy óra se lenne elég. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vannak-e a kínai pacákhoz hasonló főnökök Magyarországon. Hát ez az autós, ez azért is tök jó fej, aki ugye adott egy 5 személyes autót, nem kettő. Ez jó. Mert ez még azt se tudja, hogy fog dolgozni a hölgy. Ugye ő most szállt be a cégbe, az tök jó. Az én főnököm karácsonyra az egész céget meghívta a 2 napos wellness hotelbe. Kaja, buli plusz egy kis borítékot is oda csúsztatott mindenkinek a vacsoránál. Most éppen majál is tartunk. 10 éves jubileum, körülbelül 100-an voltunk, Balaton teljes ellátással, saját Kasza Tibi koncert. Micsoda, a főn, a pont az én. Elképeszt, egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Ah, gyerekek, azért ez menő, amikor azt mondta, hogy Tibi kérem, 100 embernek kellene itt énekelni, és megveszed a produkciót csak a saját alkalmazottaidnak. Szerintem az szép gesztus. Az szép gesztus, igen. Egyszer dolgoztam egy... nem tudom, bárban, nem egy bára, ezt írjam. 3 kollégámmal együtt, egyik karácsonyon mind a 4-en egy-egy aranygyűrűt kaptunk. Ez Klára küldte nekünk.
Így van. Az én főnököm a legjobb a világon, soha nem felejti el a születésnapomat, névnapomat, minden évben több bulit tart, húsvéti ajándék, karácsonyi, pulyka, pénz, ezek mellett jár szabadság, és az elismerés soha nem, nem kiabál. Nagyon szeretem Szabolcs. Itt is vannak jó főnökök, másra lépték nyilván, de ezt azért jó hallani. Az egyik hallgatónk megpedzegette, és marhára igaza van, hogy tulajdonképpen a karcagi Marcsika ügyét is rosszul látjuk. Mert? Hát ugye a 10 milliárdos eltűnés. Tehát lehet, hogy pont egy ilyen kirándulás szervez most a kollégáinak. Elment, felméri a kínai nagyfalat, megnézi, mi van Dél-Amerikában, majd viszi. Mi meg oda megyünk. Majd viszi az alkalmazottakat. Igen. Négyen a főnökkel együtt nyaraltunk Horvátországban, Trogirban, mindent ő állt, szállást, utat, küldtünk haza bikinis képeket, miközben itthon 10 fok volt. Réka küldte nekünk. Köszi, Réka. A mi főnökünk is elvisz minket minden évben egy hosszú hétvégére wellnesshezni, nyaralni, mindent ő fizet, mindenki viheti a családját is. Jó buli szokott lenni, köszönjük neki. És egy cégnek a csapata írta nekünk. Azért ez jó, nem? Ez mindenképpen jól hangzik. Azt mondja, hogy az én régi cégemnél hosszú hétvégét kaptunk csapatépítése, luxus hotel, privát est. Privát az mit akar? Bejön egy fátyolod az arcán a főnök, és érte valami, hogy ki kellett érzenére elkezd. Elkezd mozogni? Nem. Táncoltatja a pociát? Hát ott inkább csajok érkeznek. Tehát azért most akkor a főnököm ne hastáncoltozom már. De nekem, de nekem igenis hastáncoljon. A program igazgatónk a születésnapomon hastáncoljon nekem. A hétfátyolt táncot igenis járja igen. El. Mondjuk a fizikai, a fizikai adottságai alapján erre minden lehetőség megvan. Tehát, hogy... Igen. Benyom két fánkot, egy rétest, és megvan a tánc. Biztos lennék benne, hogy verném az asztalt 30 percet, hogy bimbo, akarok. Na jó, mindegy, szóval egy privát est, póker oktatás is benne volt, valamint utazási kedvezmény biztosított külföldre. Jó, hát Viki küldte nekünk. A póker oktatás, hogyha mondjuk azt takarja, hogy na, srácok, hát így kell bukni nagyon. Érted? Akkor nem annyira jó. Az én volt főnököm a magyaródi akvaparkot bérelte ki minden évben egy napra az egész cégnek, a jobbakat Vegasba is elvitte. Ez Zsófi küldte. Hogy azért milyen cégek vannak Magyarországon, nem? Egész napos akvapark. Hát évek óta kerülöm ezeket a cégeket. Az én főnököm nagyon tuti ember, egy hónapban mindig csinál két hétvégi programot, irányított szabadidő, ami munkával telik, ösztönzésként meg azzal fenyegetőzik, ha nem jövünk a következő héten, már nem kell korán kelni, ezt Laller küldte nekünk. Hát azért vannak. Vannak ilyenek is, gyerekek. 33 millió euró. Ez kicsit megfogott. Nem, ezen nem tudok túllépni, hogy hogy megy a cég, és mennyi pénzed van, 33 millió eurót költesz 4 napra az alkalmazottaidra. Hát azért ez elképesztő, ez elképesztő. Szevasztok, csajok! Hello, csajok! Jó van! Jézus Mária, mennyien vagytok? De legalább nem vagytok kevesen. Mi van? Kik vagytok ti? Bélás tanulok. Itt van a Béla, gimnázium. Bélás. 9. bések vagyunk. Hideg van kint, vagy nálunk melegebb, vagy özöllöttök be az üvegsúlyba? Körülbelül 10-18 éves bejött hozzánk. Mi járatban? Jöttetek játszani? 15 évesek. Gondolom játszani jöttetek. Igen, hármasugrásra. Okosak vagytok, minden tanulmány friss még. Ez jobb hír, mint hogyha azt mondtátok volna, hogy Balázs 15 évvel ezelőtt jártál itt. Nagyon nagy buli volt. Igen, anyukánk azóta nem hívott, mindegy család vagyunk. Azt mondta, hogy negatív a tesz, de hazudott. Na, hát akkor játsszuk egy jó kis hármasugrást már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ki a legokosabb a csapatban? Ezt a gondoltam volna. Hello, egy kis szemüveg, egy kis méniszoknya, igen. Olyan kis pedánsnak tűnsz, az ilyen eminens tanuló jelleg. Picit a sztereotípiákat erősíti, ő az egyetlen szemüveges. Hogy hívna? Szabó Laura. Szabó Laura, te vagy a legokosabb. Hát azt mondják. Laura, nevezd meg, ki a leghülyébb. Olyan nálunk nincs, nálunk mindenki okos. Politikus. Azonnal becinkeltem volna valamelyik fiút. Marcikám, gyere ide, te vagy a leghülyébb, álljál ide velünk. Mi tanultok, ez gimnázium? Igen. Gimnázium. De akkor még nem kell nagyon a tovább tanuláson gondolkodni, nem? Hát még fiatalok vagytok, van idő. Hát azért gondolkozunk már. Igen, és te mit fogsz csinálni, Laura? Én ügyvéd szeretnék lenni. Ügyvéd szeretnél, de Dunát lehet rekeszteni az ügyvédeken. Miért szeretnél ügyvéd lenni? Mert ez szerintem jó szakma. És azon belül tudod már, hogy polgári, vagy büntető, vagy hát, hogy mit csinálnál szívesen? Hát még gondolkozok rajta, az még messze van. Egyébként igen, még van időt bőven eltölteni. Fiúk, nagy a mosolygás! Hogy állunk lexikális tudásban? Jól. Hogy hívnál? Németi Dominik vagyok. Dominik, mi a kedvenc tantárgyad? Történelem. Na, tényleg? Történelem. Mikor halt meg Mátyás király, tessék? Passz. Képzeld el a többiben, milyen okos. Ne csinálj, mi az, hogy passz? Melyik évszázadban? 1492. Mikor halt meg Mátyás, amikor megbökték, és nem mozdult. 1492 az Amerika felfedezése, Mátyás 90 egyébként. Kisugta a 92-t? Laura!
Laura. A legokosabb. 1490 egyébként, amikor meghalt, 92-ben Amerikát fedezték föl. Nem baj, összetesszük ezt, nincs ezzel baj. Jól van. A többi srác hogy áll? Fiúk, mi a helyzet? Ki? Hogy... Gyere már előrébb, ne szégyen. Gyere nyugodtan. Hogy hívnak? Víg Boldizsárnak. Boldizsár, haj belőve, azt látom Boldizsár nagyon. Csajok, kajálják ezt a hajat? Hát akarom, de nem mindig jó. Akarom, de nem mindig. Ilyen bekem sírója van oldal, felnyílva elől meg föláll. Jó egyébként. És telefekszel is, akkor ráraksz valamit a másik oldalra? A Bibliát. Boldizsár, te miben vagy jó? Matekban, azt mondják. Matekban jó vagy. Nem, most hagyjuk a tesztet, az előbb is égés lett. Az a baj, matekban nem tudok olyat kérdezni, mire én is tudnám a választ. Na, az előbb sem tudtam kiszámolni ezt a 30 milliót. Na jó van, nézzük akkor az első kérdést, jó? Lehetőleg ne nagyon kiabáljatok, hanem nevezzetek ki valakit csapatfőnöknek, és akkor ő bemondja, Laura. Ha nem tudja, akkor majd kiabálhatok, jó? Jó, így... nem Laura lesz, mi a te neved? Petra a csapatfőnök, gyere! Mégse a legokosabb legyen, az túl könnyű. Jó, de ott marad Laura Petra mellett. Kinek az utolsó szavai voltak a legenda szerint? Te is, fiam, Brutus. Cézár. No, de jó! Laura sugott. Laura bele lehet ezt Petra fülébe egyébként. Igen, nagyon izgalmas a dolog, mert hogy ugye tényleg a legenda szerint semmiféle feljegyzés erről nem maradt, viszont volt ugye egy Shakespeare dráma, amiben ezt leírta a mester, aztán az ott, mindenki ezt elhiszi, de hát... Köszönjük, János. Na, nyitva van egy Wikipedia oldal. Mehetünk tovább? Igen. Így van, így szól a második kérdés baseball sapkáért. Melyik városban rendeztek a legutóbb Forma 1-es nagy díjat? Sátok? Fiúk, ezt inkább nektek kell. Laura. A tipp? Magyarul. Valaki keresen rá. Hát micsoda jó szleng ez már így a fiataloknál. Laura, milyen sportot kedvesz, Laura? Barcelona. Na, ez a sportot szereti. Jó, én is minden nap megnézem. Barcelona összefogott. Heltente háromszor. Igen. Nagyon jó. Nagyon ügyesek vagytok. Menjünk tovább? Persze. Igen. Menjünk. Oké, Petra, így szól a harmadik kérdés. Hány forintba kerül a Tarka kutya Vörös Sándor kutyatár című versében? Hány forintba kerül? Egy. Észel. Száz. Hát picit olyan blöff szaga volt ez, egy 3812. Nem. Senkinek nincs meg a jó válasz? Senkinek nincs meg. 20 forintba kerül. 20. 20 forintba kerül. Kutyafülű. Mi ez? Aladár. Kutyafürű aradár, így van. Na, hát akkor egy bum, egy nagyon nagy közös bumot kellene. Jó, elindítjuk a bum szoftvert. Csak mondom, ne leselkedjetek ez a stúdióból. Üdvölcsetek, mint az állat. Nagyon nagy bumot kellene mondani, mennek az ajándékcsomagok, tiki, taki. Bum! Kutyapályán! Egy bés bum! Á, minden segít neki. Mit mutat a szoftvered? Nálam nincs bekapcsolva. Ilyet se. Ez a szoftver Pesten van. Állítólag Pesten jelez. Uh-huh. Zsül azt mondja. Uh-huh. Nekem is azt mondja, Zsül. Nagyon komoly ez a szoftver, így értek el. Megadjuk az ajándékcsomagot, Drága kis gimnazisták, Petra, Dominik, Boldizsár és a többiek, van egy ajándékcsomagotok, osztozkodjatok, 20-an vagytok, egy csomag van. Azt már látjuk, igen, bunyó lesz belőle, az biztos. Próbáljátok meg majd szétosztani, raktunk bele egyéb kis plusz csecsebecséket is. Nyilván az veszi el a csomagot, aki semmit nem csinált a játék alatt, ugye ügyesen? Azonnal rámarta. Köszönjük, hogy itt voltatok, ügyesek vagytok. Puszi, sziasztok, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Istenem! Jó nekik. Komolyan mondom, jó nekik. Nem? Iskolások, itt a tavasz, szerelmesek. Tanulnak, szerelmesek, fiatalok. Mi Éza. Kell még? Nem? Hát igen, érettségiük is van, vagy lesz. Minden olyan, ami nekünk sose volt. Tovább tanulás egyetem, minden olyan, amit mi hírből se ismerünk. Na, gyerekek. Ugye, hogy a mostani agyaddal, ha újra 14 éves lehetnél? Micsoda mészállás lenne? Mit csinálnál más? Hát én ugyanúgy évet ismételnék matekból. Minden másod csinálnék. 40 éves aggyal megkapnám a 14 éves testemet. Még a biológia tanárt is elkapnám. Azzal a testben. Laci bácsi. Laci bácsi, egy osztálykirándulásról. Balázs, ne haragudj, ugye korodhoz képest nagyon fejlett vagy szellemileg, de ez a test. Kettő perc a pontosan 9 óra jövünk Ákos hírei után. She's a dancing girl, she's a maniac. What she wants to break.
Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ki az a Kobayashi Kenichiro? Komolyan mondom. Hát ki... Ezt ne kezd el, már megégette magát a rádiós kolléga. Ebből már a bocsi belenyúlt, én is nem akarok nyílt levelet, ezért Falusi Mariantól, Lang Györgyitől, hogy új, se hogy mertük mi a szánkra venni ezt a karmestert, Jézusom. Hogy ülhet a mikrofon mögé egy ilyen alpári bunkó? Vegyék el tőle az engedélyt, hogy nem, mit mondott a karmesterekről, úristen, én nem szabad belelépni még egyszer ugyanabba a folyóba, nem is lehet egyébként nyilván. 9:12 itt vagyunk Baján. Hello Baján, jó reggelt kívánunk mindenkinek, nagyon drágák vagytok, és még mindig... Jó reggelt, hello, még mindig. Miss varrodák ott vannak előttünk, és állnak, és már csak ketten, de még a zsuzsik tartják a frontot. Igen, hogy vagytok? Is. Olyan ez, mint egy nagy majális, nem? Ennyi ember, itt vagyunk, mindenki vidám. Köszönjük, jól vagyunk. Szól a zene, gyerekek, nem kell más. Egy vattacukorárus kéne meg egy hotdogos, nem? Nincs vattacukorotok? Nincs. Az sincs. Hogy lehet így hozunk? Eljönni otthonról? Azt mondták. Hozunk legközelebb. Kürtös kalácsos van? Tényleg? Azt mondtátok. Ja, ott az van. Autó, én az Aureliót láttam ott megállni, hogy igen. Ez az kávés. Lehet, hogy kávés. Igen. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mit írnak a hallgatóink. Trafi az M3-ason Miskolc irányában a 106-os kilométer kőnél. Ezt Kornél küldte nekünk. Köszönjük szépen, lassú haladás a budai alsó rakparton. Hát ott ugye nagyon nagy felújítások vannak, szerintem az még egy darabig úgy is marad. Aztán van egy trafink a 47-es kilométernél az M7-esen. A balatoni irányban, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, és menjen egy picit lassabban. Ezek az SMS-ek jöttek. Azt mondja, hogy már nagyon várlak titeket holnapja Tarjánban. Mi a kedvenc sütitek? Megyesdi Jó, Szabina kérdezi. Az öcsémet küldjétek el az iskolába, léci. Van egy olyan gyanúm, hogy még mindig ott áll az üvegstúdió előtt az első sorban. Hogy hívják a gyereket? Azt nem tudom, azt nem írta meg. Mindjárt mondom, hogy írja, hogy hívják a lányt, aki írta. Anitának hívják, azt hiszem. Kinek van Anita nevű nővére? Tegye fel a kezét, aha. Nyilván nem teszi fel. Persze, hogy rejtő. Még maradhasson. Rejtőzködik, igen. Adri. Kinek a tesója az Adri? Adri nevű. Adri, drága, lehet, hogy a tesód már elment akkor az iskolába. Akkor már jól viselkedik. Na, Jani, mikor akarsz várat mászni? Ma vagy holnap? Szívesen összefutnék veled egy aláírásra. Ez már gondolom Salgótarjára holnap, igen, holnap. Ja nem, de hogy holnap, ma megyek. Elmegyek Somoskőre. Somoskői falu mellett, ugye van Somoskővár, egy gyönyörű szép hely, a szomszédvár, a másik hegycsúcson a Salgóvára, többször voltam már mindegyiknél, de természetesen minden évszakból kellene kép, és ezúttal sem hagyom ki, főleg, hogy 3 kilométerre van a szállásunktól, nagyon jó kis gyalogtúra. Mindenkinek ajánlom, egy gyönyörű szép este hely. Este majd meghallgatjuk, jó, hogy milyen volt. Meg hát ugye az érdekesség a Somoskői várnak, hogy a vár a szlovák oldalon van, a település az pedig ugye magyarul. Ja, azt mondja, hogy Bali, Jani most is egy 18 éves tester, na, mégsem csinál semmit, másképp, jó? Aha, igen. Ja, arról beszélgettünk, hogy mennyi minden máshogy csinálnánk, ha ezzel az ésszel 16 éves testben lennék. Viszont én megmondom őszintén, hogy ezt a kis SMS-t én bóknak veszem, mert hogyha valakinek 45 évesen még 18 évesnek tűnik a teste, hát azt szerintem nem egyébként az jó, az egyébként tényleg jó. Hello! Szia! Sziasztok! Nekem köszöntek. Ja, azt hittem, az én korosztályom, vagy a magasságom. Igen. Nem, csak gyerekek. Na, gyerekek, hát az évszázad másik játéka következik, nagyon szeretjük. Milyen nevet adtunk neki? A retteget zuhany. A festék zuhanynak is szoktuk nevezni, igen, de így bombasztikusan. Festék zuhany, nem. A retteget zuhany, gyerekek. Csak mondjuk, hogy élő streamen egyébként ezt is lehet nézni. Élő streamen, azt odaadom. Igen, méghozzá a Klassz FM rádiónak a Twitter oldalán a Periscope applikációban lehet nézni. Úgyhogy töltsétek le Periscope. Hát jelentsen a szó. Hogy én idáig látsz vele, vagy mi? Bármi. Na! Azt a mindenségi teki gyerekek. Tetszukik vagytok. Kik ezek a gyerekek? Rengeteg gyermek itt körülöttünk, egészen picik. Hello! Sziasztok! Ki kicsoda? Az MNAMK óvodából jöttünk, Barbie óvó néni vagyok. És nem volt ilyen, hogy pittpangóvoda, vagy valami MNMK-zsi? Ez a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának óvodája. Most már értjük. Egyszerűsítsük le, milyen és csoport? És a napsugárcsoport. Napsugárcsoport. Rövid kis csatakiáltással is szeretnétek meghallgatni? Mindjárt meghallgatjuk. Igen. Téged hogy hívnak?
Mónika. Mónika. A Barbie Mónika. Igen. Így van. A gyerekek pedig azt mondja, hogy Botond, Hanna, Ádám, Zalán, Dóri. Egyébként nagyon helyesek, feltettek az óvónénik, ti tettétek föl? Kis Klassz FM-es matricákra a gyerekek nevét. Egyébként, igen. Klassz FM lénik. De óvónéni pisilni kell. Igen. Ez volt a gyerek arcán. Nekem már nem. Nagyon cukik vagytok. Hány évesek? Kicsik kis csoportosok, kis csoport. És középsősök. Te jó. Na, meghallgatjuk a csatakiáltást? Hallgassuk meg. Na, gyertek gyerekek ide körénk. Jó? Gyertek ide. Gyertek közelebb. Ne féljetek, az óriás bácsitól nem harap. Hozzám jöttek ide, csak mondanám, és hozzád nem. Gyertek ide, legugolunk. Jó? Gyertek egészen körénk. Jó? Na, és jó, akkor Boti, mutassam. Boti, te ne gugolj le. Szofi, tudod a csatakiáltást? Napszugát. Várjál, még ne kezd el mondani. Na, halljuk, jó? Ha. Az egyik Hevesi gyerek. Hevesi Hanna. Hello! Hanna? Úgy hívnak? Hanna. De cuki vagy. Jó van, na mehet. Napsugár csoport mi vagyunk, Klassz FM-et hallgatunk. Nagyon jó! Áj, de szép volt, nagy tapsot szörünk a barátjától. Igen. Dórinál eltört a mincses. Édesem. De édesek vagy. Dóri így végignézte Ferit, látta, hogy a feje már felhőben van. Aha, és húzzál már róla, már nem én miattam volt az egész. Dóri sírva fakadt. Tehát mondja, ekkora embert ő még nem látott. Így van, egy picit lejjebb guggolt a Feri, és akkor látta, hogy kőszeri kecskék rohangálnak a testén. Na. De édesek vagytok. Kit locsoljunk meg? Hát csak már az egyik óvó nénit. Barbie néni. Barbie nénit vagy Mónikát? Nem. Ki? Mi van? Nem, egy másik Mónikát, a Mónika Stimmel. Na! A bevállalós anyuka. Egy bevállalós anyuka, igen. Neked a gyereked szintén ide jár. A Hanna. A Hanna, hello Hanna. Aha. És akkor ez egy ilyen nagy óvodai festés lenne? Ezért igen. Szeretnétek ti megnyerni igen. Ezt az 50 liter festéket? Így van. Mit csinálnátok belőle? Festenénk az óvodát. Nagyon jó! Ez egy kreatív... Egyszerű, de ugyanakkor ezt zseniális ötlet. Festékből festeni. Arra akartam kiukadni a csoportotokat, az óvodát, az étkezőt, nem tudom, bármit. Az egész óvodát szerintem belül. Az de egész intézmény belefér szerintem. 1000 négyzetméternyi festéket lehet nyerni, tehát akár beleférhet. Fogadjunk, SMK-s vagy. Nem. Nem vagy SMK-s? Nem, de akart nagyon, csak volt egy gyorsabb. Nem. Ugye? Nem, de jó. Na, én sértem őket. Az óvónénik szeretik az SMK-sokat? Szeretjük, nagyon kedves SMK-saik vannak itt. Aha, de jó nektek. Jó van. Taktikus. Na, taktikus válasz, igen, taktikus válasz. Na jó van, gyerekek felsorakoztak. Megtanultátok az összes virágnak a színét egyébként? Remélem. Tőleg? Megám, kívülről tudjuk. Na jó, az óvónénik. Az óvónénik megtanulták, jó. De azért Mónikát kicsit meglocsoljuk, tehát azért ne legyünk egyesek, nem? Na. Kizárt. Mónikám, pattanjára be a laborba gyorsan, be, szépen állj be, jó? Retteget zuhany. Mondjuk a hallgatóknak, hogy ez hogy néz ki, hát ha valaki még nem látta, tulajdonképpen tényleg, mint egy diszkolámpákkal lenne körbevéve ez a kis az állvány, ezen ugye festékes bödönök vannak, mindegyik más színű, nagyon ilyen retro hangulata van a dolognak. A játékosunk feje felett pedig egy zuhany, ő bent áll egy laborban, a háta mögött egy ilyen kis. Mi az, ami neked is van a zuhanyzódon, Jani? Ilyen függöny. Vízkő. Ne, függöny. Te is ugye így zuhanyzol, elhúzod a függönyt és kinyúlsz a törölközőért. Van egy kis függöny, a játékosunk leveszi a cipőjét, beáll a laborba, és ha jól válaszol, akkor nem kap festéket a nyakába. Mónika nagyon rutinos, már mezitláb áll egyébként a laborban. Hanna, izgulsz anyáért? Mi lesz, ha festékes lesz? Meglocsoljuk? Meglocsoljuk? Nem. Hát, na, de hogy meglátod, nem. Milyen jó buli. Imádtam volna, mert mondja, adjatok neki! Még adjatok neki! Na jó van, és az összes virágot tényleg megtanultátok, Barbie? Igyekeztünk, igen, és ezúton szeretnénk megköszönni, ezt megkérdeztem, hogy szabad-e mondani. A Kölcsey utcai festékboltban ott kaptuk a Polifarbe színkártyákat, és ez alapján készültünk fel, hogy köszi fiúk, megígértétek, hogy szurkoltok, szurkoljatok! Bementek a szponzorunk itteni boltjába, kikérték a kártyát és bemagolták. Mekkora stréberetlen profék. Mekkora stréberek. Hát ez elképesztő. Gyerekek, majd nagyon rosszul néz ki az óvoda és kell a festék. Valami nagyjáz van ezzel az óvoda. Szeretnénk a Ferit szaván fogni tegnap, ugyanis felelőtlenül 100 liter festéket ígért. Mi csak egy ilyen célzást tehetünk, ez nem rajtunk múlik. De az, hogy így felkészültetek előre, hát sajnos a játékszabály alapján ez kizárók. Sziasztok gyerekek, aranyosok voltatok, hogy köszönjük. Hadd tegyem hozzá, hogy óvodától az érettségig, tehát hoppa. Elég nagy intézmény vagyunk. Te ilyen tipikus óvónő vagy, igen. Ahogy beszélsz, ahogy kinézel, ahogy nem? Nyomulsz. A mi intézményünk olyan, nagyon fessek, aranyosak a gyerekek, Barbie tipikus óvónő, nem? Tehát ha nem mondanád, hogy óvónő vagy, összefutunk valahol a közé, megmondom, hogy te biztos, hogy óvónő vagy. Aki nem mosolyog, nem kapcsol kis piskótát.
gyerekek, készüljetek. Na, na, locsoljuk meg Mónikát, én azt mondom. Így, jó? Hányszor hallottam már ezt a számból a gyerek a lefekvés után. Igen. Igen. Otthon. Jaj, na. Mónika, mikor locsoltak meg utoljára? Mivel? Hát, jaj, nem, mert itt gyerekek vannak itt, hát itt van egy komplet óvoda, Mónika. Most ne figyeljetek, majd a bácsi mond közben nektek egy mondókát. Nézzétek addig az óriás teret a figyelmüket. Úgy értem, hogy húsvétkor, vagy tehát ilyenekre gondoltam nyilván. 100 éve húsvét. 100 éve húsvétkor. Na, hát most nem fogsz elhervadni. Jöjjön akkor az első kérdés, ami így szól. Hogy? Milyen színű szerintetek a súlyom? A súlyom. Szürke. Aha. Pedig ezt a felét a Mónika nem tanulta. Melyik pici csebete mondta ezt? Szürke. Szürke. Tessék? Az, szürke. Csináljuk azt, de hogy... De jó... működik ez a vacak? Gyerekek, kitaláltam. Itt a jó válaszért locsolunk. De azonnal megfejtette. 10 évig kvízműsort forgattam, mindenre van jó megoldásom. A jó válaszért locsolunk. Melyik gombot kell nyomni? Nem, egyébként nem egyszerű, hiszen van rajta 3 gomb. On, off, vagy... 1, 2, 3. Jó, elfogadjuk. Elfogadjuk. Mi legyen, szavazzanak a bajaiak. Locsoljunk? Igen. Ezt én igennek hallottam. Imádják. Figyeljetek, legyen egy kikötésünk, hogy azért a gyerekek is mondjanak. Tehát mindenképpen a jó válaszok között legyen egy olyan, amit a gyerekek mondanak. Jó, Jonatán, mit csináljunk? Lesz. Döntsél, locsoljunk? Igen. Ez a... Adjál neki. Egy van. Há, Jonatán az én emberem, azonnal tudtam. Jaj, de szép szín, odanéz. Ázik. Mónika ebben a pillanatban piros festékkel kezdett megázni egy picit, és Jonatán a mi emberünk. Jonatánnak egyébként a szeme se áll, jön hátrafelé fordított baseball sapka, így bízhatunk benne egyébként, hogy... Azonnal kiszúrtam. Ja, meg elfejtettem megnyomni az off gombot, bocsánat. Igen. De nyomom, most nézd meg. Nem áll el. Aha. Ott most eláll. Hú. Na. Jó, na figyeljetek. Sajnos a rossz hír, hogy elfolyt 10 liter festék, már csak 40 van. Mi a következő kérdés? Na figyeljetek, azt mondja, hogy ez a gyerekekhez szól ez a kérdés. Bizonyám, nagyon csak a gyerekekhez. Gyerekek. Nem sugunk, nem szájról olvasunk, nem segítünk. Na, mikor volt a kenyérmezei csata? Nem természetesen nem ez a kérdés. Jó, milyen színű az aranyeső? Kigyomsága! Így van! Ügyesek, jó válasz! Na. Locsolunk, mert jó válasz volt! Így van! Hadd fogjon a Mónika. Pesté! Na, nem lehet kiállni! Nem állunk arrébb, tűrjük a locsolást! És most nagyon nézd jó. Föl, repülő! Nagyon jó! Akkor tehát... Nem fölnézed! Egyébként gyerekek, egyébként ez az off-gomb tényleg nem működik, csak gondolom, hogy ezért nyomom. Neki. Oké, megállj! Lassú a reakcióidő. Jöjjön a harmadik kérdés, eddig mínusz 20 liter. Ugye? Ahogy állunk jelen pillanatban. Na? Na, figyeljetek, az árvalányhaj milyen színet akar? Hát, ha tudják a srácok, árvalányhaj. Árvalányhaj. Igen? Tarack, parasz. Mondjad, Marci? Na? Barak. Barack, így van, jó válasz! Azt a mindenség vagy a most egy kicsit pihentetjük Mónikát, jó, hadd pihenjen, száradjon rá a festék, most valami nagyon durva. Nagyon hú, durva. Várjátok, azt mondja, hogy nézem, igen, de nem, ez sem. Figyelj, megtanulták az egészet, nem tudsz ezt kérdezni. Figyeljetek, akkor legyen mondjuk a csillagfürt. Csillagfürt. Boton, milyen színű a csillagfürt? Nem tudom. Nagyon jó. De rád őszinte vagy. Igen, Marcikám, mondj valamit. Lila! Lila! Ej, de szép! Figyelj, tényleg betanulták minden az összeset. Aha. Mit csináljunk velük? Fogadjuk őket örömmel. Nagyon okosak, mi? Jó, oké. Okay. Na jöjjön még egy utolsó kérdés, jó? Jó. Egy nagyon komoly tétje van, nagyon komoly, nagyon durva a játék. Legyen valami olyan, ami még nem volt az elmúlt napokban, ez pedig a... Milyen színű a kende? Jaj, tényleg. Oh. Színű a vadkender. Ja, ez nincs rajta. Jó, na. Mika. Hakinen. A Videoton FC színei. Ja, jó. Na, jó. Na ez a kedvencem. A krókusz. Tessék, krókusz. 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 Nekem Mónika néninél van. K betű, az nálad van? Mónika néni. Krókusz. Tehát milyen színű a kókusz? Varázsoljuk ide a választ. Hókusz, krókusz, gyerekek. Úristen. Na jó, csak gyerekek, nem hülyek. Hókusz, krókusz. Na, milyen színű? Igen. Nincs rajta a palettán? Hogy lehet? Akudás. Sajnos ez nincs rajta a palettán, hát ebből nem tudtatok felkészülni, de. Így van. Na, milyen színű? Kékes lila. Ezt is tudják.
Minden tudnám. És ha akkor mondom, hogy aki rohannak rókusz színű polifarbe festékért, az nem ennyi, mert nincs. Nincs, egyébként nincs. De jó, hogy megfejtetted. Jól van, na figyeljetek ide, Mónika, nem locsolunk meg téged többet, jó? De hősies vagy, Feri, mit csinálnál? Locsolnál még? Hát persze! Jó, még egy utolsót, még kapsz egy kicsit, jó, jön a festék, viszont nagyon ügyes voltál, mert nyertél, mennyit adjunk az Ovinak? Édes Istenem, az van, hogy várnék egy ilyen bólintást oldalról. Sponsor? Figyelj csak, azt szeretném kérni. Ki, közületek ki az, aki a legmagasabb beosztásban van a cégnél? Gyere akkor közel. Jó, légy szíves. Következő a helyzet. Nagyon takarékosan bántuk eddig a polifarbe festékekkel. Mindenkinől levontuk, amit elrontott. Itt vannak, nézd meg a könnyező szemű kisgyerekek. Érted? Nem sírnak, Feri, csak... Ja, bocsánat. Kicsit próbáltam túlhúzni. Gyönyörű óvodájuk van, de ráférne egy nagyon jó felújító festék ezzel a kiváló egy rétegben is. Tökéletes, tessék! Legyen meg a 100 liter! Sóher! Ne légy sóher! Megvan a 100 liter! 100 liter! Az a mindenségit neki! Hát mi az a játék határok nélkül? Ki az a Gundel Takács? Mi történik itt, Bajár? Úristen! Fantasztikus! És most gyerekek, válaszoljon a kérdésre valaki! Ki szeretne egy hónapon keresztül Balázs pénzén fagyizni? Na jól van, újítsátok föl akkor az óvodát, jó? Tessék? Kérés? Milyen kérés? Igen, van egy dalunk, a Bajai halászlédal, ami már a technikusoknál van. És ez a mi kedvencünk, meg lehetne hallgatni. Persze, kiírjuk nektek egy CD-re, és akkor meg tudjátok hallgatni, jó? Én de meghallgattam ezt a dalt, adásban nem tudjuk betenni, de nagyon, nagyon jó. De megkapjátok, jó? Meghallgattuk, egyébként pendrive-on eljutott hozzánk. Köszönjük szépen. És külön köszönjük Mónikának, az anyukának, aki vállalta a hősies Mónika. Ugye? 100 litert nyertél az óvodának, SMK-s tag lehetsz, beválasztottak a közgyűlésbe, tiszteletbeli tanárnő lehet, akikre vagyunk büszke, akire büszke vagyunk, táblára felkerülsz, lehet, hogy olajfestmény is készül róla, de egy kápolnában. 100 liter festék, ki tudjátok festeni ebből az egész óvodát, szerintem. Jó, 50 liter, az kb. 1000 négyzetméter, tehát ebből fél Baját ki tudjátok festeni. De tényleg. Rossz hír, hogy a 100 liter nagyobb része az ott van a lábad alatt, elfolyt. Örülsz? Jó, langyos. Örülsz, Moni? Persze, természetesen. Örülök, hogy meglocsoltál. Hányszor hallottam ezt régebben, amikor még szingli voltam. Ja, gyerekek is vannak. Mondja, drága, mondani akartál valamit? Utállak Balázs bácsimat. És mit szeretném mondani? Csak a Fidesz. Na jó vagy, gyerekek, most már tényleg ez. Na jó van. Köszönjük, puszi nektek, sziasztok, ciao, ciao. Sziasztok, sziasztok. Aztán csak rosszan, jó? Jó, te halljak rólatok, legyen mindenki nagyon rossz, jó? Menjetek vissza az iskolába, dobáljátok szét a törölközőket, kenjétek szét a fokrémet. Dobáljátok szét a WC-papírt, kenjetek mindent oda, ahova csak akartok, jó? Mondjatok nemet ma mindenre. Így van, szabaduljon el a pokol. Így van. Na jó. Pontosan 9:30, jó, pihenünk egy kicsit, és aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Ugye 10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Varodai szekciónk itt van még? Itt van még. Ó, hát a Zsuzsik, itt vannak még, hello. Semmi aludj tovább, Zsuzsik. Bírjátok még? Bírjátok még? Jelen vagytok, jelen, jól van. Igen. A többiek már varják a farmerokat, ti pedig itt még, nem? Nem varják? Mert varunk, mi nem farmert. Mi egy másik varodából jöttünk, a Kölcseiből. A ti egy másik varodából vagytok. Mi gyerekruhákat varunk. Az is nagyon szép. Cukik voltak az óvodások, nem? Igen, nagyon. Igen. Óvónénik finoman voltak, csak túlvezéreltek egy kicsit, igen, nem? Egy tehát kicsit. Ugye pont egy lehellettel voltak többek, de nagyon-nagyon helyesek voltak. Igen. Óvónénik ilyenek, cukik egyébként. Én betanítottunk a gyerekeknek egy himnuszt, hallgassatok meg, jó? Igen. És most a gyerekek is? Igen. De gyerekek, 100 liter festék. Hát azért az... Az nem gyenge. Prémium minőségű festék, az egész óvodát kívül belül ki lehet majd belőle festeni, úgyhogy örülhetünk, köszönjük szépen a cégnek. Így van. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Hát nem volt könnyű választani. Hát gyerekek, csak azok voltak. Na, nézem, mit írt ide drága Annánk, mit vágott. Megcsináltuk... az ország fűnyírását, így is mondhatnám már, mindenkit komolyan mondom, különböző pályák, tényleg az olasz pálya, a németországi pálya, Monaco már megtette a javaslatát, hogy rendezzék meg náluk is ezt és a futamot. És végre itt is a Bajaringen. Bajaringen lement a nagy fűnyírás. Két leányzó csapott össze, nagyon ügyesek voltak.
és szórakoztatóak, valami korán reggel csak, hogy kicsit felébredjünk, kitöltöttünk egy teljesen értelmetlen idióta zombi tesztet, ami arról szól, hogy ha beütöd a nevedet, akkor megmondja neked ez az applikáció, vagy ez a program, hogy a neved alapján hány napig maradnál életbe, ha zombi támadás értéket. De okos, semennyire mondjuk, nem az, de... Megdöbbentő eredmény született, mert hogy Feri bírná a legtovább. Kicsit nem erre számítottunk mondjuk meg őszintén. Nem, Feri akkor bírná a legtovább, hogyha a lábától kezdenének megindulni fölfele a zombi az kapcsok. Mindegy, de akkor is én bírná. Igen. Igen. Na, ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 volt pontosan 3 perccel. Fáradnak. Na, itt tessék? Fáradnak. Fáradik a varró szekció. Na, hát hangulatos volt ez az ismétlés, nagy verseny volt. Nekem egyébként még komolyan mondom, még így a Best of-ba hallgató, és megmozgatta a fantáziámat ez a bizonyos zombi sztori. Azért én még nagyon várnék a magyar filmművészetben egy filmet, mit tudom én, The Nightmare on Choconai Street címben, ahol Marika küzd a balkon korlátján, átmász a zombik, akik összefogdossák. Seprűvel. Rohadt anyát, tegnap teregettem. Valami egy igazán magyaros sztori. Lehet, hogy csinálni egy magyar zombi film, így van. Radar Budapesten, méghozzá a 8. kerület Baros utcában, a Szigony utcánál, 26-os út, Barcika felé, egyből Miskolc után van egy trafi, ezt Bubu küldte nekünk, és a 11. kerület Andor utcában kibe mérnek, Iszkiri futár küldte. Köszönjük szépen. Sokan kérdezitek, hogy mennyi pénz jött össze tegnap a gyűjtésünk által. Ugye ez nem csak a miénk volt, minden rádió, minden kereskedelem, egy rádió reggeli műsorra gyűjtött, majdnem 8 millió forintot sikerült röpke 4 óra alatt összeszedni, ami nagyon nagy összeg. 250 forint ugye hívásonként. Köszönjük szépen, tényleg nagyon drágák vagytok mindenkinek, aki küldött. A gyermekmentő alapítvány, az ő rohamkocsiját, egyetlen egy van ilyen az országban, nagyon fontos és nagyon szép munkát végeznek, fel tudják szerelni egy életmentő defibrillátorral, amiké nem csak az, plusz egy csomó mindent tud ez, aki szerkezet, meg tudják venni. Hát ne adja senki, hogy erre szükség legyen, de ha van, akkor tudnak venni egy ilyet, és tudják használni. Hál' Isten. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki küldött. 6 millió forintba kerül a gép, úgyhogy így még van. Marad egy kis benzinpénz is. Marad is egy kicsi. Minden kollégának és egyébként is minden rádiónak, aki hasonlóképpen a Klassz FM-hez csatlakozott a kezdeményezéshez, köszönjük szépen. Igen, sokan csinálták. Na, mi a helyzet kint, Ferencem? Zsuzsikám, mi a helyzet itt a vége felé? Nagyon leeresztettél. Igen, reggel frissebb vagyok. Elfáradtatok. De jó, igen. De jó volt, nem? Jó, igen, jó volt. Jól éreztétek magatokat? Igen, nagyon. Jövőre is gyertek. Hát, ha tudunk, akkor jövünk. Nagyon szerettünk itt lenni. Van egy-két város, ahol nagyon szerettünk menni, szerintem Baja felkerült a listára. Nem? Ilyen Sopron, például sokszor voltunk. Nagyon szerettünk menni, de Baját is szerintem felvesszük, mert tényleg jól éreztük magunkat. Egy igazi elegáns úriembert fogok megszólítani, fekete pörgekalap, ahogy kell, napsütés ellen vigyázva. Magát még nem láttam korra reggel óta, mikor jött? Reggel 8 órakor. Csak elbújt eddig hátra. Kapura rúgtam, 12. Sikerült? Persze. Na, hát már lehet menni Berlin. És te voltam 32 évig. Melyik csapatban? Vaskuti traktorban. A vaskuti traktorosok? Hogy rúgták a bőrt annak idején? Hát úgy, hogy máskor. De mi, megye 1, megye 2, vagy országot? Megye 1 ifi bajnok vagyok. Azt a szép. Hogy nem ismertem meg magát egyből? És szenyor kerékpárbajnok. Ó, Spanyolországban is foci. Ja? Az nagyon jó, szenyor. Akrobatikus, modern táncos, amatőr költő. Picit szerteágazolt tevékenység. Hát, éreztem, hogy ez jó lesz. Érzem, hogy egy verset elmondaná nekünk? De csak egy rövidet, két sor. Györgyeknek szoktam ezért. Te azért születtél, hogy szeresselek. Én azért születtem, hogy keresselek. Csak annyit ér az én életem, amennyi boldogságot adsz. Nekem. Azt! És micsoda átélés! A könnyem kicsoda. Hát egy igazi gyöngyszem. Nagyon klassz volt. Egyébként tényleg klassz volt. Aláírjuk, jó? Köszönjük szépen. Na, drága bajaiak, szépen lassan elköszönünk tőletek. Mennünk kell tovább. Holnap ugye Salgótarjánban vagyunk, méghozzá a főtéren. Mondjuk ezt a Salgótarjáninaknak, szintén Salgótarján szűzek vagyunk, ha lehet így mondani. Ugye nem voltunk? Nem. Klassz FM-mel, Morning Show-val nem voltunk, úgyhogy holnap a főtéren keressetek bennünket. Aztán Budapesten zárul majd a turné, méghozzá az Árkád üzletház, Fehérvár úti
Fehérúti bejáratánál. Ha esik az eső, figyeljetek, keressetek bennünket, mondjuk, ha van egy kis helyszínváltozás, benne van a pakliban, hogy lesz, mert hogy elvileg elég rossz idő lesz pénteken, akkor valahol az áriházon belül leszünk nyilván, de a helyszín az nem változik. Így van, és van hely, lehet jönni nyugodtan. Belül is. Így van, pontosan, és rögtön ki fogjuk írni egyébként a Facebook oldalunkra és a honlapunkra is mindenhova, hogyha esetleg van egy ilyen kis helyszínváltozás az időjárás miatt. Mi lesz, honlapot lesz, győzik-e, mit tippeltek? Szerintem remélem nem. Ja, illetve persze, nagyon igen. Szívesen várunk minden Salgó tarjáni lakost. Igen, a tarjáni rém megérkezik majd hozzánk, igen. De egyébként jó dumás, kedveljük. Csak így van. Kevés, elég belőle, kicsit sok, de egyébként ha van kedve és hallgat minket, akkor jöjjön ki nyugodtan. Jól van, hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show kap egy ajándékcsomagot. Hátja Isten volt. Bocsánat, csak még az önkéntes költőnk egy picit bevitt egy gyomrost a Ferinek verbálisan. Jó reggelt, Raúl, hello! Hello, sziasztok! Hello, na hát gratulálunk, mondtad, hogy Morning Show, te vagy a naphallgatója. Köszi szépen, király! Hello, hol hallgatsz minket? Hát most épp Leányfalun. Leányfalun, csak. Mit csinálsz ott, hogy épp most ott? Hát szállítok. Szállítasz? Mit szállítasz? Szennyest meg tisztát, mosoda. Szennyest meg tisztát. Hát szennyest és tisztát szállítasz. Jól van, Raúl, te vagy a naphallgatója, kapsz egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Oké, király, köszönöm. Köszi, hello. Most Csáll. Láttam, egy rendőrviccet küldted, de nem olvasom. nem, rendőrvicceket nem olvasom. Milyen spanyolosra sikerült a műsor vége. Szennyor, most Raúl, hihetetlen mediterránok vagyunk egyébként, igen. Csavikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok, hello, Baja! Látod, hogy szeretnek, Csavi? Elintéztétek nekem, köszönöm. Mire szépen. A nevemben megígértétek mindenkinek, hogy küldök dalt. Úgyhogy a mai kívánság műsor csak a bajaiaknak. Egyébként jó? Igen, hát nagyon sokan kértek, varodáknak tudsz küldeni. Navosoknak ki nem hagynám. Így van, mit ajánlasz egyébként a varodának és a navosoknak? Mindenkinek ugyanazt a dalt szeretném ajánlani, és nektek is, mert hallottam, hogy mennyire jól érzitek magatokat. Apu, vedd meg nekem ezt a várost. Barátságos. Ez well hello, vagy mi ez? Igen, well hello. Well hello, jól van. Csabikán meghallgatjuk. Hiányzunk már nagyon? Az igazat mondjam, vagy amit megbeszéltünk. Mennyi ideig leszel, Szabin, mire visszamegyünk? Egy hét, mikor találkozunk újra? Ki kell pihennem magam, ne haragudjatok. Most, hogy nem voltunk. Jó van, jó munkát neked, jó? Köszi, nektek meg jó utat. Köszi, ciao. Hello, Maja. Hello, Csabi, köszönjük hello. Szépen. Na, elmondtunk mindent, nem? Helyszín, tudják a holnapiak Sopronban, már nem megyünk, ugye? Sopronban már megyünk, nem? Esbetű, jó. De hát itt, nekem tetszett az is, lehet, hogy visszanézek. Hát, nekem szabad a délutára, még belefér. Így van, Salgótarján. Azt hiszem. Salgótarján főtér, holnap 6 órakor ott vagyunk. Bajának, köszönjük szépen minden, nagyon drágák vagytok, szerettünk itt lenni. Imádtunk benneteket, köszönjük szépen. Reméljük, hogy mindenki kapott kártyát, aláírás, fotót. Próbáltunk. Tessék, ott még szenyornak, még Mr. Szenyornak még valami. Szenyor nem adja, szenyor nem enged minket. Saját igen. Bevallása szerint az élet és irodalomtól és a nyugattól hívták egyszerre. Jó, a sátor mögött még 15 másodperc elejéig Balázs le fogja venni a szemüvegét, ha valaki esetleg a hölgyek közül le akarja perzseltetni magáról a bugyit, az még belefér. Csak icának ígérte. Ja, csak icának. Az nagy, ez egy csodálatos szerelem. Ica a legnagyobb arc nagymama volt itt, igen. Na jó van, 4 perc a pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorról, a Baja, köszönjük, szevasztok, puszi, ciao! Sziasztok! Csalá! Hello. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.